Na, kezdjük akkor a legnagyobb. Szóval, köszönöm a meghívást, én Gulyás Gábor vagyok, a Crisis Labornak a munkatársa, és így hát a laboron belül nem egyedül én foglalkozok csak privacy-vel, de jelenleg a klasszikus ilyen privacy kérdéseknek az oktatását, kutatását ezt én viszem a laborban, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert hát vannak hallgatóim, meg vannak azért olyan lehetőségek is, amikor előadást tartatok az egyetemen ebből a témából, de igazából olyan mélységben, mint hogy most ezt el tudom mondani, ezt az eladást azért sosincsen lehetőség, meg hallgatók is azért valamelyik részében, hogy belássák magukat, de azért ugye az egészben annyira nem. És éppen ezért én a mai estére úgy készültem, mert ugye a felkérésnek az egyik ilyen sarokköve talán az a TSZ meg a TOR volt, hogy egy kicsit megpróbáljam tisztázni azt a támadó modellt, amivel ma a privacy területén így lehet találkozni a webben is, és azt egy kicsit így segítsek itt tisztázni, hogy ennek mik a gyenge pontjai, és mi az, amire érdemes figyelni. Úgyhogy... és hát elég sok témát is azért körbe szeretnék jelni az előadás során ennek érdekében, tehát alapvetően nem tudom ki milyen várakozással felkészültség érkezett. Maga az előadás szerintem mindenkinek, aki egy kicsit mondjuk ért a webhez, annak is fog újat mondani, és annak is szem, aki egy mélyebb tudással rendelkezik. Nem tudom egyébként a célközönség az mennyire az a tipikus IT hacker, vagy tehát milyen, nem tudom, milyen mély tudással rendelkeznek a jelenlők, azért kérdezem, hogy nagyjából így vegyes. De az itt szerintem most az a cél, hogy inkább a technikai. Mélyebb, igen. Aha. Jó, de közben majd akkor kérdezek egy-kettőt, és akkor abból is így látni fogom, hogy nagyjából ki mennyire felkészült. De nem csak technikai dolgokkal készültem, sőt igazából, mondom, lesznek olyan részei az előadásnak, amik technikailag kicsit mélyebbek, de alapvetően nem az volt a cél, hogy ezekre rágyúrjak, hanem egy áttekintést adjak. Beszélni szeretnék arról, hogy a privacy az miért fontos, hogyan jelenik meg ilyen környezetben, mint mondjuk maga a web, hogyan lehet ezt elhelyezni, milyen gazdasági háttere van. Ez igazából egy ilyen bevezető a webes privacy kérdésköréhez, és igazából a jövő heti eladáshoz is azért egy fontos hátteret ad, hiszen ez egész big data témakör is gyakorlatilag ugye a Web2-ből nőtte ki magát, úgyhogy meg lesznek is olyan pontok, ahol majd mondani fogom, hogy milyen kapcsolat van a kettő között. Utána szeretnék arról beszélni, mik azok a state of the art technikák, amiket ma arra használnak, hogy az embereket kövessék a webben, és majd arról is fogok beszélni, hogy kik. Ugye, mert elsősorban jól tudom, a Kryptonite sorozatnak az egyik alapja, hogy voltak a Snowden kiszivárogtatások, és hát ez sok emberek felnyitotta a szemét, hogy mi zajlik a webben. Ehhez szeretnék hozzátenni egy-két olyan adalékot igazából, amire a legtöbb informatikus sem szokott tudni. És utána a végén arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet ezekkel a problémákkal szemben védekezni, de szerencsére itt nagyon egyszerű a dolgom, mert a privacy védelem területén azok az emberek, akik megpróbálják úgy védeni magukat, hogy hazamennek és összehekkelnek valamilyen tuti biztos rendszert, például egy Firefox portable-t fognak, és addig hekkelgetnek, meg torral összeegesznek, amíg az tuti jó nem lesz. Ezek az emberek fognak először elbukni igazából az online privacy-ben, és ők lesznek az elsők, akiket megfigyelnek, majd ezt el fogom mondani, hogy miért. És hát a végén pedig majd elmondom, hogy szerintem most jelenleg hol tartunk, milyen trendek vannak, és hogy mi várható igazából így a jövőben. Miért fontos egyáltalán a privacy-ről beszélni? És még itt csak annyit, hogy esetleg kérdés van, vagy valamit esetleg szeretnétek, hogy jobban nem nyugodtan kérdezzetek, nem muszáj a végéig várni. Biztos lesznek benne ilyen pontok. Tehát, hogy miért fontos a privacy-ről beszélni? Ugye alapvetően az utóbbi egy-két évtizedben elég alapos változáson ment keresztül az a világ, ahol élünk. Ezt nem kell ragozni, az infokommunikációs technológiák gyakorlatilag nagyon komoly fejlődése mentek keresztül, és egyre inkább a mindennapi életnek a részévé váltak, és az átalakítja a társadalmat, átalakítja a gazdaságot, átalakítja azt, hogy kormányzatok működnek, és hogyan akarnak ezek a különböző csoportba tartozó szereplők információkhoz jutni. És ami igazából az utóbbi, talán néhány száz évben ezt így lehet mondani, nagyon megváltozott, az, hogy ugyan korábban is volt lehetőség arra, hogy valaki megfigyeljen bizonyos embereket, vagy bizonyos embert. Ez nagyon leegyszerűsödött a technológiának a fejlődésével, és igazából erre szokták azt mondani, hogy lehet, hogy nem is információs, hanem kukkoló társadalmakban élünk, hiszen ma már elég, hogyha valaki fölmegy a Facebookra, és akkor rögtön utána lehet járni mindenféle dolgoknak, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt ciki volt fölrakni az internetre.
Gyanítom, hogy azért ebben a társaságban most nem nagyon akadnak olyanok, akik ellenzik azt, hogy a privacy-t meg kell védeni, vagy a privacy fontos, de azért van néhány olyan tipikus ilyen ellenérv, amit felszoktak hozni, és ezekre szeretnék így előzetesen reflektálni. Azért ezek annyira erősen jellemzőek, hogy még akár így az előadásokat is így szoktam kezdeni, hogy ilyen ellenpéldákat hozok, mert a hallgatóknak mondjuk akár egy 100-200 fős előadáson is gyakorlatilag a 90%-a totál nem érdekli, hogy mi történik. Többek között például ezért csináltunk az egyetemen is egy olyan kísérleti jellegű ilyen oktatási, ilyen segéd alkalmazást, amivel meg tudtuk azt csinálni, hogy a hallgatóknak személyre szabott dokumentumokat küldtünk ki, és beleraktunk egy ilyen trackert, és akkor láttuk, hogy hol nyitják meg a dokumentumot, és hányszor használják meg egyéb ilyen dolgok. De ez le volt írva egyébként azon az oldalon a felhasználási segédletekbe, egy hallgató nem nézte meg és jelzett vissza, és utána persze nem használtuk fel arra, hogy személyesen róluk bármit is így gyűjtsünk, egyszerűen utána csak adtunk egy feedbacket, hogy hát látjuk azért, hogy a legtöbb hallgató hol tanul, milyen minták szerint tanulnak hasonlók, és hát ezzel jól szórakoztak, de sajnos már ilyen szintig el kell menni ahhoz, hogy egyáltalán ne vegyék félváról ezt a témát. És hát erről a témáról azért most már kicsit talán könnyebb beszélni, mert volt a Snowden ügy, és ugyanaz előtt az emberek elsősorban úgy álltak hozzá a kérdéshez, hogy ugyan már ki akarna megfigyelni, most nagyon sokan átbillentek a másik oldalra, és ezért egy kicsit ilyen bináris viselkedést valósítanak meg, hogy akkor jó, most már úgyis mindent megfigyelnek, mi értelme van védekezni. Ezzel a bevezetővel valahogy egy kicsit szeretem mindig egy a hallgatóközönséget vagy bepozícionálni a kettő közül, hogy azért még nincs vége mindennek, de igenis egy komoly veszélyben van a privacy. És hát nem csak a kormányzatok, akik szeretnének minket megfigyelni, nagyon sok olyan cég van, ami abból él, hogy a mi adatainkat használják, és ennek igenis ma hatása a személyes privacy-re, ami nem csak egy érzésbeli dolgot jelent adott esetben, hanem konkrét akár forintokban vagy dollárokban mérhető jelentése is van. Tehát gyakorlatilag ennek a megfigyelésnek, főleg a gazdaság oldalának van forintosítható vagy dollárosítható hatása, de önmagában a privacy ez nem csak azért fontos, hogy mondjuk nekem olyan tisztességes ajánlatot tegyenek mondjuk egy webáruházban, hanem egyszerűen azért is, mert hogyha az embert megfigyelik, és az ember erről tud, akkor egyszerűen másképp viselkedik, és egyszerűen nem tudja magát úgy megvalósítani, mint hogyha egy szabadabb légkörben lenne. Azok, akik esetleg éltek mondjuk a kommunizmus alatt, azért tudják, hogy egy olyan légkör mégis más hatással van az embernek a viselkedésére, mint hogyha szabad a légkör. Egy másik tipikus ellenvetés ugye az a, hát nekem nincsen semmilyen takargatni valóm, és akkor innentől kezdve most miért baj az, hogyha megfigyelnek. Ez akár így is hangozhat, de én úgy gondolom, hogy a privacy azért egy kicsit ennél összetettebb dolog, erre el is fogom mondani, hogy mi az én véleményem egy pár szlájddal később, de ugye ez egyik nagy szószólója Eric Schmidt, a Google-nek az egyik alapítója, aki régebben tett egy olyan kijelentést, hogy hát igazából, hogyha van valami, amit rejtegetni akarsz, és nem mered fölvállalni, akkor lehet, hogy ezt a dolgot már nem kellene csinálnod, ahelyett, hogy takargatnád. Hozzátenném, hogy egy néhány évvel később megjelent hírben arról olvashattunk, hogy hát nyílt házasságban él, és vásárolt magának egy olyan apartmant, ami egy épület legtetején van, külön liftet építetett hozzá, és hangszigeteltette az apartmant, amiről azt gondolom, hogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy valahol ő is érzi, mit jelent az, hogy privacy, csak talán, hogyha más privacy-ről van szó, akkor ezt egy kicsit másképp értékeli. Jó, tehát ha valaki esetleg ilyen véleménnyel találkozik, akkor azért érdemes az illetőt arra intenni, hogy gondolja újra, és még egy gondolat jutott eszembe, hogy miért fontos ezeket átvenni, mert lehet, hogy mondjuk itt tudjátok hozzá a privacy kérdéskörhez, hogy akkor próbáljuk meg technikailag valahogy megvédeni a privacy-nket. Ugye alapvetően a privacy azért az nem csak erről szól, hogy technikailag tegyünk valamit, hanem többre van szükség, és mondjuk például arra, hogy azok, amiket itt elmondok, azok eljussanak másokhoz, úgyhogy elmondjátok, vagy majd megnézik a YouTube-on, és ők is aztán el tudják mondani másoknak, viszont nyilván egy ilyen beszélgetésben azért ezek a téveszméknek az ilyen lerombolásához azért ezek jól tudnak jönni, ezek a gondolatok, amiket elmondok. Ugye mondtam, hogy másképp viselkedik az ember akkor, hogyha megfigyelik, ugyanez igaz a szólásszabadságra is, hogyha az ember tudja, hogy minden, amit csinál, azt rögzítik, és utána aztán lehet, hogy másik kormány, vagy valaki más majd egyszer fel fogja használni ellene, akkor az ember egészen másképp fog viselkedni, másképp fog beszélni, lehet, hogy nem fogja elmondani a véleményét, ami egyébként nyilván ugyanígy igaz akkor is, hogyha nagyon erős propagandával kell az embernek szembesülnie.
És hát egy másik téveszme még így a privacy kapcsán, hogy azt szokták mondani, hogy hát de amúgy is már a privacy-nek vége, mindent tudnak, mindent megfigyelnek, nincs értelme védekezni. Ez az előadás ez tipikusan egy jó példa arra, hogy azért az igazság ettől messze esik. Még nem tartunk ott, de a trendek tényleg abban az irányba mennek, hogy egy idő után már lehet, hogy elég nehéz lesz védekezni a megfigyeléssel szemben. És mit lehet tenni? Ugye mondtam, hogy az nem elég, hogyha kriptoeszközöket alkalmazunk, és nem elég, hogy megpróbálunk technikailag tenni ez ellen, hiszen ez csak egy részmegoldása a problémának. A probléma az nem egy technikai probléma, hiszen nagyon sokféle dologból eredeztethető, de valahol talán az embernek a személyiségében van benne, hogy szeretne előnyhöz jutni, szeretne információs oldalról egy kicsit erőfölényre szert tenni, és akár ez mondjuk egy kormányzatnál jelenik meg, akár mondjuk egy gazdasági szereplőnél, nyilván valamilyen ilyen okból származik, és hát hogyha viszont meg ez nem egy technikai probléma, nem fog a helyzet megváltozni, hogy a technikailag kezeljük. Galántis Zoltánnak van erre egy nagyon jó példája, ami számára egy jó illusztráció, hogy ugye lehet, hogy mondjuk vannak biztonsági problémák mondjuk egy kerületben, de hogyha mondjuk ezt egy technológiai megoldással akarjuk eliminálni, azzal, hogy mondjuk bekamerázzuk a kerületet, akkor a probléma nem fog megszűnni, csak egy kicsit odébb tolódik a határa. És itt egy ugyanilyen jellegű dologról van szó. Nehezíthetjük ezt technológiával, de nem fog megszűnni a probléma, mert más a természete és más a forrása. És amit lehet tenni ezen kívül? Lehet jogi intézkedéseket tenni. Ez egy kicsit nehézkes. Például az EU-ban hogy van egy olyan törvény, ami kötelezi a weboldalakat, hogy rakják ki, hogy akkor most itt ezen az oldalon sütiket használunk arra, hogy a te tevékenységedet megfigyeljük, és ezt felhasználjuk ezekre és ezekre a célokra. Amikor ez a törvény hatályba lépett, már akkor volt olyan cég, aki azzal hirdette magát, hogy az ő követési rendszere az teljesen konform az európai törvényekkel, de mégis lehetővé teszi azt, amit egyébként a törvény szeretne kiiktatni. Gyakorlatilag ez volt a marketingjük, úgyhogy ebben látszik, hogy a jogi lehetőségek azok sajnos nem elegendőek. És hát a leghatékonyabb talán, amit lehet tenni, az, hogyha az ember beszél arról, hogy van ez a probléma, és hogy mit lehet ezzel szemben tenni, és egyre több ember ébred rá, hogy tudatosan kéne tenni ezekkel a jelenségekkel szemben. Ugye ezt akár lehet egyszerűen csak figyelemfelhívással, vagy ezekkel a téveszméknek a lerombolásával tenni, de sok más tevékenység is van, most ebben nem akarok jobban belemenni. És miről szól egyáltalán a privacy? Akár egy ilyen kontextus, más technikai kontextusban. Ugye legtöbbször úgy állnak hozzá, hogy van nekem valamilyen olyan személyiség része, meg olyan dolgaim, ami publikusak, és akkor van valami, ami titkos, és igazából, hogyha itt valami titkos van, akkor az biztos valami rossz dolog, és ezzel sokan demotiválják a privacy-nek egyáltalán a szükségességét. Én azt gondolom, hogy ez a Nobel-díjas író jól fogta meg ezt a kérdést, és én az ő álláspontjával egyet tudok érteni, hogy igazából az embernek három része van, és ráadásul ez nem is ennyire diszkréten felosztható. Van az embernek egyszerűen olyan privát része, ami nem titkos, de nem is tartozik a másra. És igazából a privacy ezt jelenti, hogy nekem nincsen semmi olyan dolgom, amit szeretnék eltitkolni előled, de egyszer nincsen semmi közölni valom sem, amit meg szeretnék veled osztani. Tehát lehet, hogy mondjuk például nem titkos az, hogy hány forint van a pénztárcámban, de lehet, hogy nem is akarom ezt senkinek az órára kötni mondjuk itt a teremben. És ugyanezt így lehetne folytatni, és a másik pedig az, hogyha van valakinek mondjuk egy titka, amit nem szeretne másokkal megosztani, ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy ez egy negatív dolog, mert persze lehet, ez tényleg egy olyan dolog, ami negatívan ítél meg mondjuk a törvény, vagy mondjuk a közerkölcs, mert mondjuk pedofil dolgokra használja a privacy-t, és azért nem tudják elkapni, vagy lehet, hogy terrorcselekményeket tervez, ami tényleg negatív, de lehet akár ez egy olyan pozitív dolog is, mondjuk, hogy az embernek van egy üzleti titka, ami nem feltétlenül egy törvény előtt negatívan megálló dolog, vagy mondjuk lehet, hogy az embernek van mondjuk egy felesége, és a feleségével van egy olyan dolog, amiben megállapodtak, vagy megbeszéltek, és egyszerűen nem tartozik senki másra, vagy akár bárki mással. És igazából mindezeket figyelembe véve, én úgy gondolom, hogy a privacy gyakorlatilag egy olyan dologként fogalmazható meg ebben a kontextusban, ami egyszerűen ahhoz kell, hogy az ember szabad tudjon lenni, és meg tudja valósítani önmagát. És persze, ezt, ahogy említettem ezekben a példákban, és ezt lehet negatív dolgokra használni, de ez nem szükségszerű. És ezt azért fontos szerintem így kihangsúlyozni, mert nagyon sokan ma azzal érvelnek a privacy-vel szemben, hogy igazából a privacy az egy negatív dolog, de ez nem igaz, és hát szerencsére egyre többen vannak, akik ezzel az állásponttal egyetértenek. De mi is akkor igazából a privacy, hogyha mondjuk átmegyünk már a digitális térbe, és ezek a gondolatok, amiket itt elmondok, ez szerintem
általánosságban jobban igaz, nem csak a webre, hanem más kontextusra is, és a következő heti ilyen előadásban is szeretnék majd erre építeni. Ugye az egyik lehetőség, amit a privacy-nél könnyű elképzelni, az, hogy anonimek vagyunk egy kontextusban, például a webben. A másik lehetőség, amikor pedig azonosíthatóak. Ez rendben is van, de ennél sokkal árnyaltabb is tud lenni a kép, hiszen eleve, hogyha már azonosítottságról van szó, akkor többféle azonosítottságról beszélhetünk, hiszen lehet, hogy személyesen vagyunk azonosítottak, vagy pedig csak valamilyen azonosító által, és ugye ennek is különböző formái vannak. Most, hogyha ezt a személyes azonosítottságot tesszük a másik végére ennek a képzeletbeli egyenesnek, akkor ennek mentén egész sokféle árnyalatot fel tudunk venni, és azért kicsit talán jobban meg lehet érteni, hogy maga a privacy ilyen technikai kontextusban hogyan működik. Hiszen lehet egy olyan fajta azonosítottság mondjuk, ami személyesen azonosít minket, de lehet, hogy mondjuk ide rakhatnánk egy olyan azonosítottsági szintet, ami személyesen minket nem azonosít, de mondjuk hosszú távon a mi tevékenységünket mégis valahogy azonosítja. És lehet, hogy ide lehetne egy másikat, ami meg csak mondjuk egy bizonyos átmeneti időre azonosít minket, és mondok is erre két nagyon egyszerű példát, vagy pontosabban az egészre egy példát. Ugye el lehet képzelni, hogy vannak az érmés telefonok, amik ugye minden egyes tranzakciónál külön azonosítunk van gyakorlatilag, hogyha most az ilyen extra dolgoktól eltekintünk, hogy valaki mondjuk úgy lenyomatozza a hangunkat, meg lehallgatja, meg ilyenek. Van a másik véglet, amikor van egy névre szóló előfizetésünk valamelyik mobil szolgáltatónál, vagy vezetékes szolgáltatónál, de lehet a kettő között még olyan is, hogy van mondjuk egy olyan kártyám, ami mondjuk egy ilyen prepaid kártya, de mondjuk ugye külföldön lehet venni olyat is, ami nem feltétlenül névre szól, és ebben az esetben ugye a szám az azonosítja, amit én csinálok, de mégis le tudom váltani. Ugye ez egy ilyen kettő között van való félúton, nem egy tranzakcióra szól, több tranzakcióra és egy hosszabb ideig használom, de egy cserélhető azonosító, és lehet mondjuk egy olyan kártya, ami mondjuk egy ilyen telefonkártya, amit egy ilyen telefon, nyilvános telefonról tudok használni, és ugye az meg amíg elhasznám a kártyát, addig használom, és utána pedig egy másik kártyát fogok így, azzal a kártyával úgymond újra tudom kezdeni azokat a tevékenységeket, amiket végezni fogok vele. Most ennek az analógiára egyébként magán a webben és más kontextusokban is lehet különböző azonosítókat létrehozni, és ennek meg is van egyébként a maga alkalmazási területe. Én is ilyesmivel foglalkozok egyébként a kutatásaimban, hogy ezt hogy lehet alkalmazni. Ezek lehetnek egyébként, ezek az úgynevezett ilyen pseudonimek, angolban ezeket így hívják, magyarul talán ilyen fedőnév állnév a legjobb fordításra, de akár lehetnek ezek ilyen kvázi azonosítók is, amik nem explicite arra vannak kitalálva, hogy azonosítóként szolgálnak, de mondjuk különböző dolgok, amik együttesen azonosíthatnak bennünket. És ugye azért nagyon jó, hogyha ebbe a kontextusba tudunk gondolkodni, mert akkor ezt már át is ültetném ugye a web privacy-re, hogyha alapesetben mi anonim módon tudjuk használni például az internetet, akkor az azért nagyon jó, mert onnan mindig könnyebb valamit elmondani magunkról, míg a másik irányban ez nagyon nehezen működik, hogyha mi tök jól azonosíthatóak vagyunk, akkor nagyon nehezen tudunk ebbe az irányba elmozdulni. Éppen ezért egy technikai rendszernél arra érdemes törekedni, hogyha ez megoldható, hogy mindig egy ilyen állapotban legyünk, mert onnan mindig tudunk mozogni, míg a másik irányba ez nem megy. Jó. És akkor most rátérnék arra, hogy ezen a web privacy területén mégis mi a helyzet. Hát nem tudom, hogy hányan, hogy mennyire ismeritek ezt a szisztémát, nem tudom, hogy a tracking cookie-król hányan hallottatok ott a teremben. És ez egy készfeltartás. Mindenki tudja, csak azért kezdve azt, hogy lássam, hogy nagyjából azért fele társaság. Jó. Akkor nem hiába mondom el ezt a részét sem. Tehát mi az az üzleti modell, ami gyakorlatilag a webben maga a megfigyelést ennek az olajaként tekinthető. Ugye amikor valaki használja a webet, elmegy egy weboldalra, akkor vannak a hirdetők, akik megfigyelik az ő tevékenységét, azonosítják, és szépen elkezdenek egy profilt építeni arról a tevékenységről, amit ő végez, és aztán egyre több weboldalra elmegy az illető, egyre több információhoz tudnak hozzájutni, és ezeknek a segítségével aztán szépen egy ugyan nem nevesített, de mégis egy különböző jellemzőkkel jól teletűzdelt profil hozható létre, amit aztán elég széles skálán lehet használni például célzott hirdetésekre, és akkor így olyan hirdetéseket lehet fölkínálni, amire nagyobb valószínűséggel fog rákattintani majd az illető, illetve lehet ezt arra használni, hogy ha elmegy egy webáruházba, akkor úgy próbáljuk meg befolyásolni azokat a találatokat, amikről rákeres, hogy minél nagyobb valószínűséggel kattintson rá,
Bár itt azért már azt nem árt megemlíteni, hogy ez nem mindig feltétlenül a vásárló érdekét fogja szolgálni, ugye mert hát ezek a cégek kapitalistára működnek, mindig az a cél, hogy a profit maximalizálják, ami nem a vásárló érdekekkel esik egybe. És itt mondanék néhány olyan példát, ami már ezen az irányvonalon elment. Nem tudom, az Orbisnak az esetéről hányan hallottatok, esetleg, hogyha ezt azért többen jelzik. Az Orbis nagyon egyszerű kísérletet csinált. Ez egy olyan oldal, ahol hoteleket lehet keresni, és megcsinálták azt, hogyha valaki az oldalukra fölment hoteleket keresni egy Windowsos gépről, vagy egy Mac-es gépről, akkor másképp adták vissza a találatokat. Azt feltételezve, hogy aki Mac-et használ, az nagyobb árat is hajlandó fizetni egy hotel szolgáltatásért. Ergo, azt csinálták, hogy ugyanazokat a szobákat adták fel mind a két felhasználónak, csak egy kicsit más volt a sorrend, és a Mac-es usereknél előrébb kerültek a drágább szobák. Aztán persze ez viszonylag hamar kiderült, hiszen az ember lerak két laptopot, megnéz ugyanazt a keresést, elég jól lehet megmutatni, hogy gyakorlatilag ez a probléma fennáll. Hogyha valakiről titokban gyűjtögetnek egy profilt, és aztán úgy kerül fel ez a probléma elé, hát nem biztos már, hogy olyan könnyen le fog bukni ezt a szolgáltató, és hát sokkal nehezebb a tetten érés, és emiatt viszont meg a helyzetnek a korrigálása is. Aztán egy kicsit más jellegű példa, de majd látni fogjátok, hogy azért a jellemében vagy működési elvében nagyon hasonló. Ugye a Facebookra az ember azért megy föl, hogy kapcsolatot tartson másokkal, játszon, vagy megosszon dolgokat, meg ilyesmi. Én nem vagyok fönn, úgyhogy ezt mindenki magának x-ébe, hogy melyikre szavaz, és hogy miért van fönn. És Amerikában már vannak olyan cégek, amik fölmérik az embernek a hitelképességét, és vannak olyan cégek, akik megnézik azt, hogy az embernek a barátai, akik a Facebookon fönn vannak, azok jól törlesztik a hiteleiket. És hogyha valaki olyan barátokkal rendelkezik, akik rosszul törlesztik a hitelt, akkor ebben az esetben drágábban fogja az ember megkapni a hitelt, vagy lehet, hogy nem is fog hitelt kapni, ami hát egy kicsit kétséges használata ugye a Facebooknak, hiszen az ember nem ezért rakja fel ezeket az adatait, mégis erre használják föl. És hát gyakorlatilag az, ami a Facebooknál van ebben az esetben, hát már nem sok választja el attól, hogy egyébként a webben is megtörténhet, de majd erre még vissza fogok térni, hogy miért. Jó, meg egy másik példát mondanék, körülök, hogy vannak azért a körökben hölgyek is. Ugye van olyan ilyen reklámcég, aki azt tűzte ki, vagy van olyan reklámcégnek az a felmérése, hogy azt javasolja a hirdetőknek, hogy vannak olyan periódusai a hölgyeknek, amikor a hölgyek kiszolgáltatottabbnak érzik magukat, vagy pedig nem olyan magabiztosak a küllemükkel kapcsolatban. Itt most nem ilyen heti jellegű ilyen ismétlődésekre gondolok. És ez a felmérő cég, aki ezt csinált, ő azt javasolja, hogy a hölgyeket ebben a periódusban kell különböző kozmetikumokkal, meg más dolgokkal bombázni, mert nagyobb lesz az átkattintási arány. És azok a technikák, amikről szó lesz viszont itt az előadáson, ezeknek a segítségével nagyon jól detektálható, hogy hölgyről van ez szó, és még ezek a bizonytalanságok is jól detektálhatóak. Azt meg remélem azért mindenki érzi, hogy ez nem biztos már, hogy az etikus felhasználás kategóriába esik bele, amiről itt szó van. És ugye semmilyen garancia nincsen arra, hogy más esetekben, amikor még férfiakról van szó, vagy akármilyen speciálisan érdeklődési körről, akkor nem egy hasonlóan kevésbé etikus felhasználással fogunk találkozni, és nem pedig csak egy jó személyre szabott hirdetéssel. Mondok egy másik példát, ami talán már férfiakat is jobban motiválja. Ugye fel lehet használni ezeket a profilokat arra, hogy felmérjük, hogy valakit érdekel egy termék, mondjuk legyen ez itt egy iPad Air termék, és ennek van egy listára, amire ez meg lehet venni, és akkor ugye lehet azt csinálni, hogyha detektálják, hogy engem érdekel, igen, erre mondtam a szétcsúszásokat, reméljük, hogy ez nem fog jobban szétesni. A Hány Office annyi féleképpen megy, úgyhogy ez sajnos nem a mi hibánk. Tehát ugye, hogyha valakinek detektálják, hogy érdekli egy termék, akkor lehet, hogy mondjuk azért akkor a listánál egy kicsit magasabbat adnak neki, hiszen őt úgyis érdekli, meg fogja venni, akkor most miért ne keressünk rajta egy kicsit többet. És ilyen Amerikában már van, nem ekkora tételeknél, inkább ilyen egy dolláros tételeknél alkalmazzák, és nem is feltétlenül úgy, hogy ilyen személyre szabottan megnézik, hogy akkor te hol laksz, mivel foglalkozol, hanem ha mondjuk egy ilyen körzetből nézed meg a weboldalt, akkor kicsit drágábban adják, hogyha egy másikból, akkor pedig kicsit olcsóbban, de már megvan ez a jelenség. Most az a helyzet, hogy az Európai Unióban ezt nem lehet megcsinálni, mert ez a dinamikus árazás ez egy tiltott tevékenység, de vannak mégiscsak olyan megoldási lehetőségek, amivel ugyanezt a hatást el lehet érni, de mellette viszont
jogilag neki nem kifogásolható marad a végeredmény. És ezért ez a kuponok segítségével tud történni. Nagyon egyszerű, kell egy olyan listára, ami kellőképpen túl van árazva, amiből, amit mondjuk úgy, ez a balekár, és igazából ilyentől kezdve tök könnyen tudunk engedni, még mindig szélnél fogjuk keresni magunkat. És hol lehet azt csinálni, hogy ha látjuk, hogy valakit érdekel ez a termék, akkor adunk neki egy 20%-os kupont, és az illető akkor azt fogja gondolni, hogy fú, de tök jó, nekem van 20 dollár kedvezményem, milyen jól jártam vele, és le fog csapni erre az ajánlatra. Aztán persze jön az illetőnek a barátja, aki totál nem érdekel az adott termék, ezt tudja ez a cég is, és akkor rögtön adni fog egy olyan ajánlatot, ami mondjuk már 80 dollár kedvezményt ad, és lehet, hogy akkor ő el fog gondolkozni azon, hogy húha, ilyen kedvezményt kaptam, akkor lehet, hogy ezt mégis meg kéne venni. És a végeredmény mi lesz? Ugyanaz, amit a törvény tiltani akart, valaki magasabban veszi meg, magasabb áron veszi meg ezt a terméket, és nem kifogásolható, mert ugye valaki, mint egy üzleti szolgáltató, mi nem tehetné meg azt, hogy egyiknek ennyi kedvezményt, a másiknak pedig annyit. Ugye a törvény az nem erről szól, de a végeredmény az ugyanaz. És egy gyors kérdés, hogy igen. Mi a default hozzáállás ezeknél Melyikre gondolsz, hogy... Az a default, hogy csinálják egy új profilt, a direkt új diszkántom mellé. Elmondom neked, nekem még soha nem volt semmilyen diszkántom. Ez a balekára mondod. Igen, én vagyok a balek. Még egyébként ez nem olyan elterjedt, de nagyon valószínű, hogy ebbe az irányba fog elmenni. Mert ugye gyakorlatilag az Amazon meg mások is próbálkoztak már ezzel a dinamikus árazással, de mindig balhé lett belőle. És Amerikában ugye ezt meg lehet elvileg csinálni, de akkor is balhé volt belőle. És éppen ezért ugye, hogyha meg személyre szabott, mondjuk csak login után látható kuponok vannak, és nem az, hogy valaki belép egy keresőbe és lát valamilyen árat, akkor az már kevésbé fog elterjedni, nem lehet csak úgy cserélgetni, meg formon megbeszélni, olyan könnyen, és hát mégiscsak, hogy az ember úgy személyesen úgy érzi, hogy, hát, hogy annyira különleges, hogy ő kap egy ilyen kedvezményt, hogy aztán nem fogja ezt fűnek fának elmondani, mert hát most ő benne van ugye a kiváltságos körbe. Tehát egy kicsit talán úgy gondolom, hogy az emberi jellem is ezzel így jobban együtt tud működni, de hát, hogy ez mennyire elterjedt, azt nem tudom. Most nincs így a zsebemben erre statisztika, de szinte biztos, hogy ez nagyon rövid időn belül el fog terjedni, ha ezt ma nem használják tömegméretekben. Mert látszik, hogy vannak próbálkozások, csak még eddig nem, valahogy nem tört úgy át. No, hát jó, ezek a példák érdekesek. És szerintem mindenki az úgy érzi, hogy ennek azért nem biztos, hogy csak pozitív mellékhatásai vannak, mint amikor ugye szoktak jönni a különböző marketinges szakemberek, hogy hát tök jó, hogy akkor nekem nem tudom, műtrágya hirdetést kell néznem, hanem a Volvo-t keresek, Volvo hirdetés jön föl. De hát ugye látjuk, hogy azért ennek más vonatkozása is van, mert lehet, hogy én mondjuk trágya hirdetést látnék, akkor a Volvo fel annyiba kerülne. De azt is azért érdemes hozzátenni az egész képhez, hogy mennyire komoly maga az egész jelenség, és ezt szeretnék néhány számot ide tenni. Ugye az egyik ilyen szám, ami ezt az egészet jól tudja reprezentálni, hogy mekkoriparágról van szó. El kell mondanom, hogy a 2008-as gazdasági válság nem roppantotta meg ezt az iparágat, kicsit kevésbé növekedett, de gyakorlatilag töretlenül növekszik, amióta van. És 2012-ben majdnem 40 milliárd dollár átbevétele volt a hirdetési iparágnak, ami szerintem kellőképpen érzékelteteti azt, hogy itt nem néhány gyereknek a játékáról van szó, hanem nagyon komoly érdekek vannak e mögött, és valószínűleg lobby tevékenység is. És hát ez azóta is növekedett, most nem néztem meg, hogy mennyire, de biztos, hogy jóval nagyobb. Ennek egy részét teszi ki persze az a fajta ilyen személyre szabott hirdetéseknek az ipara, amiről eddig beszéltem. Erről majd fogok mondani számokat, hogy mekkora, és hogy mire lehet mondjuk ezt jövőre mennyire becsülik, de azért hát ez a része nyilván növekszik az iparágnak, és hát ahogy ez nő az iparág is, ugye ennek az egész érdekeltsége, meg érdekkör az is nőni fog. Volt több kutatás is, ami 2012-ben kijött ezzel a területtel kapcsolatban, és akkor innen mazsoláznék egy kicsit. Ugye az elején volt ez a példa, ahol valaki elment egy weboldalra, és akkor ott ugye volt egy hirdető, aki megnézte, hogy mit csinál a weboldalon. Na most itt arról szeretnék egy kicsit beszélni számokban, hogy ezek a kis kukucskáló szemek, amik ott voltak ezek a weboldalakon, ezek hogyan alakultak számszerűen. És nézzük is meg ezeket. Vannak kutatások, amik megnézték, hogy ezeknek a trendjei hogy alakulnak. Ezek gyakorlatilag folyamatosan nőttek számban 2006 és 2012 között, ami két dolgot jelent. Most nem tudom, a webpoloska az kinek mond valamit, így, vagy webbug kifejezés, egy-kettő ember. Jó, nevezzük most ezeket webpoloskáknak, vagy webbugoknak, és majd később el fogom kicsit részletesebben mondani, hogy pontosan miről van szó.
Tehát a webbagoknak, vagy a webpoloskáknak a száma egyrészt, hogy oldalakra vetítve is nőtt, tehát egy oldalon hány webpoloska van jelen, ami azt jelenti, hogy akkor egyre több cég látja azt, amit az adott oldalon csinálnak, illetve ezeknek a webpoloskáknak gyakorlatilag a száma az oldalakat tekintve is nőtt, ami abban az értelemben, nem ugyanazt mondtam, abban az értelemben, hogy hány oldalon találhatunk ilyen poloskákat, és tehát nézzük meg, hogy 2012-ben ezek a számok hogy álltak. Látható, hogy az Alexa Top 500-ban megnézték kutatók ezeknek a számát. A Top 500-ban 524 különböző céget sikerült beazonosítani, akik csak azzal foglalkoztak, hogy megfigyeljék, hogy ezeken az oldalakon az emberek mit csinálnak. És több mint 7000 ilyen webpoloskát azonosítottak be, ami azt jelenti, hogy amikor mondjuk betöltünk egy weboldalt, akkor azon a weboldalon gyakorlatilag mondjuk több mint 100 ilyen webpoloskával fogunk találkozni. Aminek egyébként már nem csak olyan vonzata van, hogy mondjuk zavar, mert hogy a privacy-met kifürkészik, hanem mondjuk lehet egy olyan vonzata is, hogy ha én mondjuk mobil internetet használok, akkor a forgalmam 25%-át a poloskák teszik ki, és gyakorlatilag azért merül le mondjuk egy órával hamarabb az akkumulátor, mert a poloskák a háttérben mindenfélét csinálnak. Mert azért ezek nem olyan egyszerű jószágok, majd erről fogok beszélni kicsit hosszabban is a későbbi részekben. És hát azért itt mindenféle disznó dolgokat is felfedeztek. Egyrészt, hogy ezek nem csak ilyen tracking cookie-kat használnak, el fogom majd mondani pár szlájddal később, hogy ez mit jelent. Ráadásul olyat is találtak, hogy mondjuk volt egy webpoloska egy weboldalon, és az a webpoloska az nem csak egy céggel dolgozott együtt, hanem volt egy cég, akinél volt a webpoloska, utána a cég meg továbbosztotta azt az információt, ami kiderült a felhasználóról. Ugye ez megint egy érdekesség. Aztán ugye egy másik dolog, van a böngészőben egy olyan beállítás, amivel le lehet tiltani, hogy a harmadik féltől származó sütiket ne fogadja el a böngésző. Ezt pont azért találták ki, mert amikor az ember elmegy a weboldalra, akkor ezek a webpoloskák nem tudnak azonosítót elhelyezni a számítógépünkön, és aztán arra is az is kiderült, hogy számos ilyen követő cég ezért azt csinálja, hogy amikor elmegyünk egy weboldalra, akkor átirányít minket a webpoloska oldalára, aztán visszarak minket a weboldalra újra, amivel gyakorlatilag a harmadik szereplő nézőpontjából ez a poloska első szereplővé vált, fel tudta rakni az azonosítót a gépünkre, és ezzel gyakorlatilag... Tessék? Az is? Sokan csinálják, úgyhogy... Jó, és a közösségi ilyen trackerek száma ekkor 35%-ra volt tehető, de hogy ez pontosan micsoda, arról majd később fogok beszélni, ez egy fontos dolog. Most összegezve azt találták, és valószínűleg ez egy amerikaiakra vonatkozó szám, hogy gyakorlatilag az online jelenlétnek több mint 20%-át képesek látni egyes cégek, ami azt jelenti, hogy valaki fölmegy az internetre, és az egyötödéről tud egy cég, amit ott csinált az interneten, és ráadásul ugye mindig ez a fontosabbik része, hiszen azok a nagyobb oldalak, amiket az ember látogat, most nagyon banális hangzik a Facebook, de mondjuk híroldalak, meg más ilyen dolgok, ugye pont ezeket fogják ezek a cégek targetálni, tehát nem kell ragozni, ezt értitek. Valószínűleg a magyar felhasználókra ez a szám egy kicsit más, de én azt gondolom, hogy azért valami hasonló lehet a helyzet. Egyébként pont most van a laborban egy olyan projektünk, ahol erre készítünk egy eszközt, ahol ezt szeretnénk felmérni. Az Index.hu-nál úgy működik, hogy bejössz egy indexes URL-et, akkor a redirectel erre a köztes azonosító generátorra, ami nem csak ugye elrepjelnek a cookie-t, hanem a get request token, vagy get request-ként paraméterként berakja, a paraméter neve az, hogy token, egyenlő, és utána jön az ID-d, és az azt jelenti, hogyha az indexet így meg akarod abba gátolni, hogy ezáltal kövessen, akkor automatikusan minden URL mögé te magad raksz egy olyat, hogy token, és utána egy random szám, és bármilyen random szám jó, tehát még egyes is elfogadható, csak hogyha minden alkalommal más használsz, innentől kezdve nem fogsz átdobodni erre a köztes URL-re, és nem fog neked semmiféle azonosítót generálni, és innentől kezdve lehet az indexet is így elgondolni. Az index a legrosszabb az összes magyar ilyen szolgáltató közül. Vannak egyszerűbb megoldások is. Én nem találkoztam még erre direkttel, de majd mondok néhány programtippet, hogy miért nem. Úgyhogy jó, de köszönöm a hozzászólást. Na hát, és mit gyűjtenek ezek az oldalak? Remélem azt, hogy mindenki érzi, hogy ezek az oldalak nem a bársonyos pihepuha Teddy macik, hanem eléggé komoly dolgokat próbálnak összeszedni, és gyakorlatilag mindent, amit ki lehet zsigerelni a látogatókból kiszednek, de ebből felsorolnék néhány dolgot, de nyilván ez nem egy teljes kép, hanem más is lehet. Ugye a legalapvetőbb az, hogy mit csinálunk az oldalon belül. Vannak olyan cégek, akik arra szakosodtak, hogy elemzik, hogy a felhasználók merre járnak az oldalon, mit csinálnak,
merre kattintgatnak, és aztán utána ebből próbálnak ilyen következtetéseket levonni, hogy miért nem vásároltak, vagy miért mentek el az oldalról, vagy hogy lehetne a vásárlási folyamatot egyszerűsíteni, hogy mégis egy fizető vendégről, vagy konvertáló felhasználóról legyen szó. Itt egyébként azt szeretném megjegyezni, hogy tehát alapvetően ennek az eladásnak nem az a célja, hogy ezek a fajta tevékenységek ellen beszéljek, mert azt gondolom, ezek tényleg fontos dolgok lehetnek egy cég érdekében. Én igazából ott látom a hiányt és a problémát, hogy gyakorlatilag olyan megoldásoknak nincsen még piaca, és kevés olyan megoldás van, ami meg lehet ezt a fajta információszerzést úgy csinálni, hogy közben a felhasználók privacy-t nem sértjük meg. És igazából egyébként ez egy komoly probléma, és ez egyik következtetése is ennek az előadásnak, hogy hát ez a hiányzik, hogy van az igény, meg van a felhasználó igény, és kettő ez nem nagyon közeledik egymáshoz. Jó, csak ezt azért akartam hozzátenni, hogy én nem azt mondom, hogy minden ilyen cég gonosz, meg rossz, hanem a technikával van probléma, másképp kéne megközelíteni. És magával ezzel a fajta kizsigereléssel viszont továbbra sem értek egyet. Aztán vannak olyan cégek, akik ilyen copy-paste műveleteket is vizsgálják, tehát gyakorlatilag elküldik a szervernek azt, hogy mit másoltunk a vágólapra, vagy nézik azt, hogy miket írunk be, meg hogy hogyan gépelünk. Aztán vannak olyan cégek, akik azt nézik meg, hogy a tartalom, amit olvasunk, az mit jelent, vagy esetleg azt próbálják valahogy besorolni, vagy a mi viszonyulásunkat egy bizonyos témához próbálják meg eldönteni. Most erre nagyon egyszerű példa, hogyha mondjuk valaki elmegy valamelyik pártnak mondjuk a honlapjára, és ott elolvas egy hírt, hogyha ugyanaz a hír mind a három párt, nagyobb pártnak a honlapja mondjuk fönt van, akik most a parlamentben vannak, ugye mindegyik lehet, hogy másképp értelmezi, és más viszonyulást tükröz, hogyha az ember ezen a párt oldalon keresztül nézi az adott tartalmat, tehát itt ilyenekre kell gondolni. Aztán nem tudom, hogy RSS-t... Igen? És a copy-paste-re tudnál példát mondani? Hogy milyen weboldalt csinálja? Fejből most nem, de van a forrás között egy cikk, és ott ezt tételesen ők végignézték, hogy milyen... És tehát ott fel van, ők úgy csinálták meg, hogy az egyes ilyen talált ilyen érdekességekhez példákat is adtak. Én nem mindenhez gyűjtöttem ki, lesz meg később, ahol lesz ilyen, de el tudom küldeni, vagy meg is tudom mutatni azt a cikket. Elég sok ilyen példa van benne, azért nem tudok mindent ilyet fejlődni. Az akkor az már tud reagálni kiásról, de amikor JavaScript, persze. NoScript-tel, akkor az már nem tud le. Gyakorlatilag a többség egyébként NoScript-tel védhető, csak ugye pont az a nehéz, hogy megtalálja az ember azt az egyensúlyt, hogy használható is legyen az internet, de mellette ezeket szűrje. Pont ez a kihívás benne. De erre vannak jó megoldások, majd ezt is fogom mondani, úgyhogy csak az a fontos, hogy az ember nem maga kezdje el összeszerkeszteni, mert akkor majd elmondom miért. RSS-t egyébként kik használnak a teremben? Egész sokan. Jó. Az informatikus hallgatók között ez az arány egyébként drasztikusan pici, tehát egy-két embert lesz, amit nem szokták tudni, hogy mi az az RSS. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy mindenki közösségi médiából táplálkozik. Én nem tudom, de egyébként ezek a webpoloskák az RSS csatornákban is benne vannak, van egy hallgatóm, aki ebből írta a szakdolgozatát, gyakorlatilag megnézett 40 híresebb oldalnak, magyar, illetve nemzetközi oldalnak az RSS csatornáját, és gyakorlatilag az esetek 40-ből 11-nél talált webpoloskát a csatornában. És az azért probléma, hogyha valaki nem csak RSS readert használ, hanem mondjuk a böngészőbe berakja, hogy a böngésző mindig elindul, utána a böngésző automatikusan frissíti a csatornát, lejön a webpoloska, és ugye az, aki a webpoloska, akkor az már is tudni fogja, hogy elindítottuk a böngészőt, amiből ki lehet találni, hogy mikor keltünk fel, ha mondjuk otthon kapcsoltuk be, látni lehet az IP címet, akkor lehet tudni, hogy most milyen helyszínen vagyunk, otthon vagyunk, kávézóba, munkahelyen, és a rakás ilyen metadolgot ki lehet ebből következtetni, mert gyakorlatilag ez automatikusan bejelent minket a csatornán keresztül. Ha valakit érdekel, én erről most nem akarok beszélni az előadásban, de a szakdolgozat az a PET portálon fönt van. Jó, de lehet állandóan futtatni, RSS valamos volt. Tudom. Csak hogyha valaki ezt így használja, mert volt olyan időszak, hogy én is így használtam. Úgyhogy, de mondjuk például ott volt a Google-nek is az RSS ilyen kezelő kliense, mondjuk az ilyeneket nagyjából szűrte, de mondjuk a szakdolgozat ezzel is foglalkozott, hogy a különböző ilyen olvasók azok mennyire küszöbölik ki, és mondjuk ott az volt a következtetés, hogy gyakorlatilag egy iframe-et, ha beraknak egy ilyen RSS csatornába, akkor mindenféle szűrés meg egyéb kikerülhető. Tehát, azóta változott a világ, ez egy 3 éves felmérés, de... Külső input, és nem szűri a user, és szűrhetlenül jeleníti meg a kliensére, hát abban bármit bele lehet pakolni, hát abban XSS meg mindent. Így van. Ilyet nem lehet, tehát egy RSS olvasóban mindent, tehát ez nem csak
privacy szempontból, ez... Security szempontból is. Security szempontból, persze. Ki kell szűrni az ilyen dolgokat. Olvasd el a szakdolgozatot, egyre tragikus volt a helyzet. Ez biztonsági igen. Probléma. Tehát annyit kell csinálni, hogy ráveszem a user-t, hogy subscribe-oljon az RSS feed-emre, és onnantól kezdve vonalom a gépét. Vagy mit tudom, valamit. Lehet, hogy az a végszél. De ha nincs ez, akkor viszont nem látja a tartalmat, és palackodik. Tehát a megoldás az, hogy legyen ez benne. Hát az iFrame, igen. Legyen engedélyes, és hogy kisvesen kapcsolódnak. Minek annyi opció, csak zavarja. Jó, egyébként lehet, hogy ma már vannak jobb ilyen RSS olvasók, ugye ez mondom egy 3 éves dolog, akkor még a Google-nek is volt ilyenje, tehát passz. De tényleg elég tragikus volt a helyzet, tehát ezt hozzá kell tennem. Az egy következő dolog, ugye nagyon sokan gyűjtik az egéradatokat, itt egészen onnantól kezdve, hogy akár egy felhasználó egértevékenységét vissza lehessen játszani videószerűen a weboldalon, onnantól kezdve gyakorlatilag egy csomó mindenen keresztül. Ez leginkább mondjuk ilyen statisztika, így célokat szokott szolgálni, de hát ugye mondom, hogy ha vissza lehet egy felhasználót játszani, akkor ez más szempontból is érdekes lehet, vagy akár ilyen clickstream analysis, ez is egy érdekes adalék lehet. Mi most van egy olyan projektünk egyébként a laborban, ahol azt vizsgáljuk, hogy ha valakinek így megfigyelik az egér evézett tevékenységét, akkor mennyire lehet ezáltal őt azonosítani, tehát mintegy az egér mozgás az mennyire jól szolgál, mondjuk egy biometrikus azonosítóként. Már vannak előzetes eredmények, amik azt mutatják, hogy veszélyesnek tűnik. Most azon dolgozunk, és jelenleg egy Firefox extension-t készítünk, amivel tudnánk adatot gyűjteni felhasználók közreműködésével, és akkor itt szeretnénk megnézni majd, hogy ez tényleg fönnáll ez a veszély. Egyébként a végcélpedét nekünk pont az lenne, hogy javasoljunk olyan megoldást, amivel gyűjtünk a felhasználóktól egér adatokat, de mellette viszont magának az egyes felhasználóknak a privacy nincsen kompromittálva. Most erre nem nagyon lesz lehetőség. Most talán a következő adásban, hogy belefér, ott fogok egy kicsit beszélni arról, hogy ezért mégis milyen megoldások vannak erre. Azért ezt meg lehet oldani, ezt a problémát. Aztán vannak olyan cégek, akik egyszerűen abból élnek, hogy ilyen social widgeteket tartanak fönt, ugyanis ez sok szempontból marha érdekes. Egyrészt ezek mind működnek webpoloskaként is, de azzal például, hogyha valaki ilyet tart fönn, vagy például ilyen URL rövidítő szolgáltatást, ennek segítségével gyakorlatilag lehet követni azt, hogy milyen tartalmak a trendiek, azok mikor kezdődnek, halnak el, milyen régiókban, melyeket olvasnak, vagy beszélnek rá, tehát gyakorlatilag Facebook nélkül mégis Facebookot tudnak így megcsinálni. Ráadásul ugye, hogy ahogy küldik ezeket az URL, rövidített URL-eket, a kapcsolatot rendszert is föl lehet térképezni, és megint csak ugye nincs Facebook, meg ki kit jelöl be, de mégis lesz egy olyan cég a háttérben, aki hozzájut a kapcsolati információkhoz. És még egy dolog, ami fontos, az, aki üzemeltet egy ilyen szervert, az nem kapja meg. Újra hallható akkor, igaz? Jó. No, jó. Nézzük meg, hogy egyébként mi a trendek a nagyoknál. Mert a Google-t azért sokszor szokták emlegetni, hogy na a Google és az ő piszkos dolgai. Ebben van azért valami igazság, de a Google-nek talán leginkább a legnagyobb felelősség ezen a területen az az, hogy egyfajta kicsit diszkrétebb, de mégis egy ilyen iránymutatóként van jelen, és sok dolgot aztán végül mások kezdenek el durvábban csinálni, mint ő. És amit itt kiemelnék az az, hogy ő és más nagyoknál is látszik egyértelműen, hogy abba az irányba akarnak elmenni, hogy ne kelljen mindenféle ilyen technikákkal bíbelődni, mint amiről most szó lesz, hanem egyszerűen lehessen a felhasználókat teljesen egyedileg egy hozzájuk, vagy mondjuk az eszközükhöz rendelt azonosítóval jellemezni. Ugye például Google-nél még nem lehet tudni, hogy milyen megoldás lesz, ha lesz ilyen, de azért már mondjuk voltak mint fél egy évvel ezelőtt is hírek, hogy a Google egy AdID-t akar bevezetni, aminek a pontos specifikációját még a mai napig én úgy tudom, hogy nem lehet ismerni, csak különböző sejtések meg szivárogtatások vannak. A telefon, az Androidok, azok eleve követő poloskert. Ja, igen. Igen. De az egy külön világ. Ott megvan az azonosító. Igen. De azért sokkal, tehát azért az piac szempontjából szerintem valószínűleg már nagyobb, mint a webes böngészős ados piacnak. Igen. Meg hát az is látszik egyébként, hogy a mobil felhasználók is egyre inkább tolódnak el az app irányba, mert ugye, hogyha valaki még egy mobil Chrome-ot használ, akkor ugye erről a problémáról beszélünk, ha valaki utána meg inkább amikor az indexet mondtad,
az index helyett inkább az index alkalmazást használja, akkor már ott több mindenhez hozzá lehet férni. Tehát, igen. De az egy másik világ, majd erről is akarok beszélni egyébként a végén, mert hát ennek elég komoly jelentőség is van egy web privacy szempontból is. Aztán ugye ott van az Apple-nek az iOS 6 óta van gyakorlatilag, vagy igen, az iOS 6 óta van gyakorlatilag ilyen követési ilyen azonosítója, ami alapból be van kapcsolva az eszközön, és hogyha valaki akarja, akkor ezt kikapcsolhatja, de persze eléggé el van dugva, meg eléggé úgy van elnevezve, hogy az átlag felhasználók ezt ne jusson eszébe. És aztán ebből volt is botrány, azt nem tudom, hogy most a legújabb, talán iOS 8-a, ami most kim van, nem tudom, hogy ezekben is ez továbbra is benne van-e, de itt is a trend az látszik, hogy ők is inkább ebbe az irányba mennek, pedig a Google azonnal jött, hogy ő kereső szolgáltatást biztosított az Apple, meg operációs rendszert készített, meg hardvert, de már látszik, hogy van egy találkozási pont, és ebben egy nagy biznisz is van, hiszen hogy az Apple-nek ez azért éri meg, egyszer eladja a készüléket, nem is rossz áron, utána pedig eladja a felhasználót egészen addig, amíg tönkre nem megy a készüléke, vagy pedig ki nem kapcsolja ezt a funkciót, ergo kétszer lehet értékesíteni a dolgot, csak az egyszer úgy hívják, hogy telefon, másodszor meg úgy, hogy felhasználó. Aztán a Facebooknál is vannak ilyen irányba próbálkozások. Ott nála se lehet még ismerni, hogy pontosan milyen irányba szeretne elmenni, de már ott is azért pedzegette a Facebook, hogy hát szeretnének kijönni egy olyan ilyen marketing lehetőséggel, ami lehetővé tenni azt, hogy az embereknek a különböző eszközén lehessen kampányokat futtatni. Nem lehet tudni, hogy pontosan mire gondoltak, de majd fogok beszélni az előadás során olyan technikákról, ami pontosan ezt teszik lehetővé, az viszont még nem biztos, hogy pozitív jel, hogyha ők is ebbe az irányba akarnak eltolódni. És a Microsoftnál is vannak ilyen próbálkozások, kicsit ahogy a más területen is ebben a szférában, a Microsoft itt is még úgy keresi a helyét, de mondjuk itt is azért volt erre próbálkozás az Xbox kapcsán, hogy bevezessenek ilyen teljesen egyedi azonosítást, amit aztán reklám célokra lehet használni. És hát azért, mert ugye a nagyok ebbe az irányba mennek, valószínűleg a piac is ebbe az irányba fog menni, úgyhogy azok a technikák, amikről most beszélni fogok, azok várhatóan azok közül a legdurvábbak és a legerősebbek, azok majd el fognak terjedni. Na, és most mindjárt átérek a dolgoknak a technikai hátterére. Oké. Okay. Mennyire kell szigorúan 9-kor befejeznem? Jó? Felvétel rá kell férni. Értem. Jó, nem sokkal, de lehet, hogy pár percet majd csúszok rá. Utána még beszélhetsz, csak a felhamasz felvétel. Értem. Jó. Meglátjuk majd. Szóval a technikai részéről egyébként majd kicsit is gyorsabban fogok beszélni, csak hogy itt a felvezető, ez egy kicsit ilyen sztorizósabb. Na, sokat beszéltem arról, hogy hogyan használják ki a privacy-t a webben, de ugye az a kérdés, hogy ennek mi az ára. Tehát ugye mindenkinek van egy belső árképzés arról, hogy én mondjuk mennyire adnám el egy hónapra a visszamenőleg a böngészési előzményemet, arra vagyok kíváncsi, hogy ti erre mit mondanátok. Aztán majd szeretném kérdezni ezután, hogy szerintetek mennyi az annyi, amennyiért adják és veszik ezt, és aztán majd elmondom, hogy tényleg mennyi az annyi. Jó, de mennyit kérnétek egy hónap? Tessék? Örülhetek előtte belőle. Nem. Mennyit kértek? Ha én most azt mondanám, hogy megveszem egy hónapra visszamenőleg a teljes böngészési előzményeteket. Azt hogy böngész valamit? Bizony. A pornómódban nem rögzítetteket is. Az a helyzet, olyan technikák vannak, aminél tök mindegy, hogy használtál-e privát böngészési módot, vagy nem. Akkor is. Azt is lehet mondani, hogy nem eladó. Ki az, aki eladna egyébként? Tehát csak, hogy van olyan összeg, amire eladná, ezt tegye fel a kezét. Persze, és ha mennyi? Nem tudom. Tegyenek egy ajánlatot. Jó. Ki az, aki mondjuk odaadná 10.000 forintért? Jó, én már egy valaki vagyok. 1.000 forintért? Jó, oké. Jó, találtunk egy árat, mondjuk akkor térjünk hát egy kicsit mondjuk dollárra, mondjuk akkor 10.000 forint, akkor az mondjuk egy olyan 50 dollár, jó? Ez így, ebben ki tudunk egyezni? Kicsit több is. Persze, de mennyivel? És szerintetek mennyire adják el a ti egy hónapos böngészési előzményeteket? 3 dollár, igen. Boltban adják el, hogy 10.000 usernek a statisztikai 100 dollárért, mondjuk pontosan. Cent alatt? Mennyivel? Bulk adat. Módosítom, így kell oda csatlakozni. Aha, jó. Ez ugyanúgy, mint a hitelkártyákat, ugyanazokat is így erősítják. Igen. Leszel 3000, 2000 dollárt. Jó. Na, akkor nézzük meg. Egy jókat tippek egyébként, hogy maga az ökoszisztéma az hogyan működik.
gyakorlatilag vannak ilyen ad exchange szolgáltatók, ilyen például a Google-nek a DoubleClick-je, de a Facebook is egyébként ilyen, majd azt mindjárt elmondom, hogy miért, vagy nem a következő szlájdon, egy pár szlájd múlva. És úgy működik a szisztém, hogy az ember elmegy egy weboldalra, ami most itt a publisher akar lenni, és mondjuk például ez a cnn.com, vagy valami más híroldal, ahol van egy ilyen reklám slot, amivel meg akar egy reklám jelenni, és akkor az ad exchange detektálja, hogy itt ez a user, megvan nekem egy hónapra visszamenőleg a böngészési előzménye, utána szépen ingyen szétosztja a böngészési előzményt, és megkérdezi, hogy akkor ti mennyit adtok azért, hogy ennél az embernél megjelenjen a hirdetésetek. Fogják, ők is előveszik az egy hónapra visszamenőleg a böngészési előzményt. Persze ez egy átlag, tehát ez nyilván sok mindentől függ, ez lehet két hét, lehet, hogy csak az egésznek 20%-át látták, ugye attól függ, hogy hányan tudtak hozzáférni, de most hiszem ez egy jó megközelítés. És akkor mindenki szépen összeveti, hogy akkor jó, nekem vannak ezek a klienseim, akik mondjuk ilyen cipőket, sportcuccokat vagy más dolgokat hirdetnek, és azt akarják, hogy mondjuk ez a cipőkampány a 18-30 év közötti budapesti férfiak között menjen le, és akkor megnézik, hogy mennyire várható, hogy ez a profil, amit látnak, az egybe vág ezzel a hirdető értékkel, tesznek egy ajánlatot, és akkor utána szépen az ad exchange eldönti, hogy akkor ki nyerte meg, és aki megnyerte, fizet a hirdetésért, és megjelenik az ajánlata. Ugye itt már is azért látszik ebből a rendszerből, hogy gyakorlatilag egy valaki fizet, de mindenki megkapja az adatot. Például ez a Google DoubleClick esetén azt jelenti, hogy 120-an megkapták a profilomat, egy valaki fizetett érte valamennyit, de az adat az már kint van. Itt volt egy kérdés. És még annyit akarok hozzátenni, mielőtt mondod a kérdést, hogy és ez az egész egyébként kevesebb, mint 100 millisek alatt lemegy a háttérbe. Tehát ebből semmit nem lát a felhasználó. Igen? Ezek a szolgáltatók vagy nevezhetőek? Persze, el is tudok cikket adni. Igazából elég sok cikk van, amiből dolgoztam, mert ez nem egy ilyen, nem tegnap este kezdtem összerakni, mondom, engem is érdekel a téma, aztán ez ilyen hosszú évek alatt szedtem össze, úgyhogy mindig részhez vannak ilyen források. Hogy? Nem csak, hogy akkor 100 millisek alatt lemegy egy teljes aukció. Egy teljes aukció lemegy. Ez minden csak olyan, hogy kiküldi, egy árajánlatba jön, és akkor az alapján dönt, hogy ez egy többkörös interaktív valami? Nem. Mindenki egy ajánlatot tud tenni, gondolom van valami timeout is, és akkor onnantól kezdve ezt így. Ráadásul egyébként azért azt is kell látni, hogy azok a francia kutatók, akik publikálták ezt a felmérést, ezt tavaly nyáron csinálták azt hiszem magát a mérést, és tavaly jelent meg a cikk talán decemberben. Őket személyesen is ismerem egyébként. Gyakorlatilag azok az ilyen ad exchange dolgok, amiket meg lehetett figyelni, azoknak az egy harmadából tudtak következtetni, mert egyébként az ajánlatokat titkosítva közlik egymással. Tehát az eseteknek ugye a két harmadában, amit látni, van egy enkriptett szöveg, és kész. Nem lehet semmit tudni erről az egészről. Úgyhogy ezért itt ennél kicsit mélyebb a dolog, de ezt csak így érdekességképpen fontosnak tartottam, hogy hozzátenni. Na hát, és akkor itt látható az ár, kb. 10 fillért ér a böngészési előzmény, de hozzá kell tennem, hogy ez nem egy magyar felhasználónak a profilja, hanem mondjuk ez egy átlag felhasználói profil, ami mondjuk amerikai, japán, meg francia profilokat tükröz. És azt gondolom, senkivel nem fogunk összeveszni azon, hogy az átlag magyar vásárlóerőhöz képest hol vannak ezek a piacok, és hát nyilván az amerikai ezek közül a legértékesebb. És valóban egyébként, hogy mondtátok, tényleg úgy megy ennek az adása vevése, ilyen ezres kattintásokban mérik ezt a dolgot, és azok az árak, amiket látni fogtok, az ilyen cost per mil impression formában vannak megadva, tehát gyakorlatilag egy ilyet ezt így lehet átkonvertálni konkrét pénzé. Na és mik számítanak? Hát számít az, hogy milyen témában vagyunk benne, például valaki egy humor oldalt néz, akkor a humor oldalon gyakorlatilag nagyon olcsó ér, mert hozzá lehet jutni a profilhoz, viszont ha valaki már konkrétan költeni akar, például éttermet néz, vagy vásárlói oldalon van, akkor a profilja is fel fog menni. Vagy számít az is, hogy mondtam például, hogy valakinek mennyi, milyen helyszínről nézi, vagy internetezik, és ezt, milyen helyszínről nézi ezt a weboldalt. Látszik, hogy az amerikai felhasználók érik a legtöbbet, franciák kicsit kevesebbet, és aztán a japánok még náluk is kevesebbet. Nyilván ez az adott országra jellemző vásárlóerő, meg mondjuk ilyen webes vásárlási kultúrának a függvénye, és az is egy érdekesség, bár úgy emlékszem, ez a cikk nem tudta megmagyarázni miért, de ahogy a nap halad előre, ezek a profilok egyre kevésbé lesznek értékesebbek. Ez egy érdekes ilyen adalék, de erre nem tudunk magyarázatot sajnos. És az is számít, hogy milyen böngészési előzmények vannak. Ha jól emlékszem, ez itt a böngészési előzmény, és ez pedig az oldal
amit éppen megnéz a felhasználó. Most az F-nek ez mondjuk egy ilyen műszaki bolt, ahol ugye alapvetően ilyen CD lejátszó, laptop, tablet, meg ilyeneket lehet kapni Franciaországban. Ez egy hoteles oldal, ez pedig egy ilyen ékszerész oldal, és ott látszik, hogy az árak azok ebbe az irányba nőnek, de hogy egyre tehetősebbek a felhasználók, hiszen szerintem is teljesen reális feltevés, hogy mondjuk azért jóval többen vesznek mondjuk tabletet, mint annyian mondjuk vesznek gyémánt gyűrűt. Tehát a tehetőség az ebben az esetben könnyen így tetten érhető. És hát látszik azt, hogy a különböző előzmények is mennyire befolyásolják ezt a dolgot. Most ebben nem nagyon akarok belemenni, igazából itt a jelenség az, amire fel akartam hívni a figyelmet. No, és most akkor elérkeztem arra a pontra, akkor nézzük meg azt, hogy mik azok a technikák, amiket használnak ezekben az esetekben, és akkor itt szépen most így elindulva a legegyszerűbbektől majd fogok mondani egy-két extrémebbet. Én azt gondolom, hogy lesz a többség, hát ugye sokan jeleztétek, hogy ez a tracking cookie-t is mondjuk a társaság fele ismeri, úgyhogy azért a többségnek szerintem ez mind új lesz, de én azt sejtem, hogy mindenkinek lesznek benne újdonságok. Nekem is egy csomó újdonság volt benne, amikor ezekről először hallottam, mert hát nem egyszerű dolgokat használnak ki. Na most ezek a technikák, amikről beszélni fogok, ezek gyakorlatilag mind ugyanazon az elven működnek, hogy a felhasználó az elmegy a weboldalra, és a weboldalon valahogy eltárolnak a számítógépen egy adatot, és utána, amikor máskor egy másik weboldalon feltűnik, ezt megpróbálják kiszedni az ő számítógépéből, és akkor ennek segítségével gyakorlatilag őt újra leazonosíthatják. És az első olyan dolog, amit ide betettem, az pont nem egy ilyen, viszont történelmileg ide az elejére tartozik, de úgy gondoltam, hogy erről is fontos lenne ebben beszélni, de az a felosztás, hogy az előadást szerveztem, az egy kicsit kilógett ebből a sorból. Ugye az IP volt az első olyan eszköz, aminek segítségével a felhasználókat azonosították, de aztán a NAT, meg mindenféle egyéb más dolgok miatt ez kiment a divatból, de azért ma is használják, hiszen egyrészt nagyon jól lehet vele eldönteni, hogy honnan internetezik a felhasználó, valamilyen szinten azonosításra is képes, ha nem is önmagában, de valamilyen kiegészítő információként ezt lehet használni, és ezért erre kell figyelni, de vannak olyan technikák, amik azért ennél sokkal precízebb, például ilyen geolokalizációra képesek, kínai, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem kínai kutató, valamilyen kutatók, most nem emlékszem, hogy pontosan kik, de egy USENIX konferencián olyan technikát mutattak be, ami gyakorlatilag egy ilyen 700 méteres szórással képes volt belőni, hogy valaki onnan internetezik. Hogyha valaki próbált már ilyen IP geolokalizációs technikát, ugye azért azt tudja, hogy gyakorlatilag mondjuk ez ilyen város szinten működik, tehát mondjuk lehet tudni, hogy valaki budapesti, de azon belül, hogy most melyik kerület, ilyeneket nem. És az a technika, amit ők publikáltak, ez viszont gyakorlatilag ilyen néhány utca szinten le tudja szűkíteni ezt a kört. Nem, ők egy olyan technikát használtak, az is van, de az egy másik sztori, és ugye, ha jól sejtem, akkor te most a wifi. Nem arra gondolsz? Jó. Abból van, aki ingyen elérhetőek is. Van, de az a város szintű, de ha hajlandó vagy eljárt fizetni, akkor sokkal pontosabb tudsz venni. Na, ezt nem tudtam. Jó, na hát ilyen is van, de ez viszont, amit ők kitaláltak, ez ingyenesen is működik. És ők azt találták ki, hogy megnéztek olyan IP címeket, amelyek jól, tehát stabilan helyhez kötöttek, például egyetemeknek, nagy intézeteknek az IP címét, és tudták, hogy ezek hol helyezkednek el, és aztán elkezdtek pingelgetni, meg más ilyen mindenféle dolgokat csinálni, és az időzítésekből ilyen pontosan ki tudták következtetni, hogy valaki hol helyezkedik el. Mennyire így tart, és mennyire igaz, egy ilyen próbálkozás? Mennyire így kell pingelni, hány helyről? Nem tudom. Ilyen szinten ebben a részben nem vagyok benne, de ennek is itt van a forrás, ezt el lehet megint csak olvasni. Itt megint csak egyébként nem is az, hogy ezt most használják-e vagy sem, de gyakorlatilag itt megint az érdekesség, hogy azért ennél is van már fejlettebb technika, itt ez volt így, amiért ezt kiemeltem. Na, és most eltérnék akkor viszont arra, hogy milyen ilyen tárolási technikák léteznek. Ezeknek gyakorlatilag mindig az alapja valamilyen webpoloska. Ezeknek elég sok neve is van, ezeket ide felsoroltam, mert csak azért is, hogyha mondjuk híreket olvastok a későbbiekben, akkor ne zavarjon meg titeket, hogy ha esetleg más elnevezéssel találkoztok meg. Ugye a webbágnak kicsit van egy ilyen negatív áthallás, ezért mondjuk bizonyos szolgáltatók szeretik ilyen eufemizált formában használni ezeket a kifejezéseket, de attól még ugyanarról van szó.
És egyébként maga a webpoloska innentől kezdve nem csak úgy fogom használni, hogy mondjuk egy ilyen egyszer egy pixeles átlátszó gif egy oldalon, mert régen ugye ezt jelentette, hanem bármilyen erőforrás lehet, ami gyakorlatilag azonosításra szolgál, lehet valamilyen JavaScript, lehet egy hirdetés, vagy valami más dolog, igazából nem ez számít, hanem akkor ez egy, ez innentől kezdve ezt egy olyan erőforrásnak fogom tekinteni, ami valamilyen módon azonosítást tesz lehetővé, és aztán pedig más dolgoknak a rögzítését, naplózását. Alapvetően itt a webes oldaláról fogok beszélni, de azért ennek vannak más vonatkozása is. Lehet e-mailbe is rakni ilyeneket, itt ez a SpyPig, ez pont ilyen. Felmentek, berakjátok, kértek egy ilyen kis disznóképecskét, berakjátok az e-mailbe, elkülditek az e-mailt, és akkor, hogyha az illető azt mondja, hogy töltsük le a képeket, nézzük meg az e-maillel együtt, mondjuk egy normál levelező program ezt megkérdezi, és akkor onnantól kezdve visszajelzést kaphatok arra, hogy hoppa, ő tényleg olvasta az én e-mailemet, mert letöltődött a kép. És hát nem véletlen, hogy ez a technika ugye működik, és nem véletlen, hogy az összes marketing e-mail úgy néz ki, hogy tele van képekkel, és utána pedig ilyen bazi nagy azonosítók vannak mindig a képek mögött, mert pont ez a lényeg, hogyha látni akarod az üzenetet, le kell tölteni a képet, és akkor tudni fogják, hogy te olvastad azt a hírlevelet. Tehát ott is ezt aktívan használják, illetve, hogy mondtam, hát az RSS csatornákban is használnak ilyeneket, hogyha valakit ez a téma ez érdekel, akkor pedig el lehet olvasni a kapcsolódó szakdolgozatot, ami a PET portálon fönt van, elég sok részlet benne van erről. Most hogyan működnek a webbagok? A legegyszerűbb webbagok azok gyakorlatilag a böngésző sütiket használják, mint a tracking cookie meg hasonlók, vagy a tracking cookie-nak nevezik ezt, és ez a tracking cookie-nak a mechanizmusa következőképpen néz ki. Felhasználó elmegy egy weboldalt megnézni, és lekérjenek a weboldalnak a HTML törzsét, ami egy HTTP keretbe lesz belefoglalva, és a böngésző elkezdi letölteni azokat az elemeket, amik ehhez valamilyen külső erőforrásból csatlakoznak. Most mi tegyük fel, hogy van benne egy webmeg, ami egy képként van ide beágyazva, és ez a kép ez egy harmadik félnél fog szerepelni, akkor a böngésző elküldi, hogy én szeretném elkérni ezt a képet, viszont minden egyes ilyen HTTP kérésben ott lesz benne egy süti, ami el van tárolva itt a böngészőben, illetve egy URL referelbe az is benne lesz, hogy ez a webkiszolgáló, ahova be van ágyazva az a kép, ez micsoda. És hogyha már volt ebben a sütibe itt eltárolva egy azonosító, akkor gyakorlatilag innentől kezdve ez a profilozó harmadik fél tudni fogja, hogy ez a felhasználó ezen az oldalon van, és akkor utána, ha mondjuk ez a totálkárovatban volt mondjuk egy cikk, akkor lehet tudni, hogy éppen ez iránt érdeklődik, és hogyha másik weboldalra elmegy, akkor ugyanezzel a technikával már az újabb tevékenységét is majd hozzá lehet tenni, és a felhasználó az egészből annyit fog csak látni, hogy itt betöltődik neki a kép, és megjelent a weboldal, semmi nem történt, közben a háttérben viszont ez a folyamat végbe ment. Most, azt hittem kérdés van. Ez gyakorlatilag a legrégebbi technika, de a mai napig viszont ez abszolút érvényben van, és például az ilyen aukciós rendszereknél, amiket az elején mondtam, példának gyakorlatilag ezt a sütés mechanizmust használják a legelterjedtebben és aktívabban, úgyhogy ezért ezt még nem lehet leírni. Én azt gondolom, hogy ez a Google AdID-hoz hasonló rendszerek ezt fogják majd leváltani, hogy mikor és milyen formában, azt még persze nem lehet tudni. És gyakorlatilag ezeknek a webbagoknak a legelterjedtebb formáját azt úgy hívhatjuk, hogy like gombok, meg tweet gombok, meg hasonló dolgok, ugyanis az én véleményem szerint ezeknek nem az a célja, hogy a felhasználók megoszthassanak különböző tartalmakat, meg lájkolhassanak, meg közösségi életet éljenek, meg hasonlók, hanem az, hogy a Facebook, ahol gyűjti az adatokat a saját kis határain belül, kirakja a lájkombokat, és gyűjti azon kívül is ezeket az információkat, és hogyha valaki esetleg mondjuk érdeklődésben például meg fogja nézni azt a cikket, ami ezeket a felhasználói profilokat értékesítő ilyen aukciós rendszerekről szól, hát látni fogja a Facebook gyakorlatilag az egyik top szereplő ebben a rendszerben, mert ők is azt csinálják, gyűjtik az infokat, és utána pedig a reklámokat lehet így nyomatni. Ha valaki még Facebookon fönn van amellett, hogy egyébként csak találkozik a like gombokkal, akkor ez egy plusz előny a Facebooknak, hiszen akkor sokkal pontosabb információkkal lehet kirakni a profilját, és sokkal több mindent el lehet róla adni. Jó. No. Ugye hát a sütikkel kapcsolatban az volt az egyik probléma, hogy a felhasználók rájöttek ezekre a turpiságokra, elkezdték törölni a sütiket, és hát akkor elkezdtek ezek a különböző trackerek újabb ilyen dolgok után nézni, hogy lehetne ezt pótolni, és az egyik ilyen első követő megoldás az a Flash és a Silverlight LED, de hát abból is elsősorban a Flash. Ugye a Flash azért ma is elég elterjedt, hát amikor
erről utoljára ilyen adatot néztem, ezen 2011-2012 környékén volt, akkor az gyakorlatilag majdnem az összes internetes PC-n elérhető volt. És hát a Flash-ben és a Silverlight-ben is vannak ilyen sütik, a Flash-ben ezt Local Shared Object-nek hívják, és ilyen Isolated Storage-ban pedig a Silverlight-ban, ami gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a sütik. Annyi különbséggel, hogy ez egy cross-browser üzemmódot is képes megvalósítani, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk ugye egy ilyen sütit valaki eltárol a Flash-be a Firefox böngészőben, akkor az a Flash-en keresztül át fog jutni mondjuk az összes többi böngészőbe is. És azokat a sütiket, amiket a Flash-nél ilyen követésre használnak, azokat itt nem tracking cookie-nak hívják, hanem pie-nak hívják. Nem tudom, lehet, hogy aki ezt megalkotta 2005-ben, az valahogy ilyen vicces kedvében volt, de itt látható egyébként a feloldása ennek. És hát ezt a technikát használják is. Nem csak arról, hogy azonosított tárjanak benne, hanem azt is már kitalálták, hogy lehet használni ezt egyfajta biztonsági mentésre. Ugye jön a user, kap egy tracking cookie-t, utána elrakják a tracking cookie-t egy ilyen flash pie-ba biztonsági mentésként, aztán jön a user, és akkor rájön arra, hogy törölni kéne a sütiket, törli a sütiket, és aztán az oldal pedig fogja és flashből visszaállítja ugyanezt a sütit. Boldog a felhasználó, mert azt hiszi, hogy ő most nagyon privacy tudatos volt, és boldog a tracker cég is, mert ő viszont meg tudja, hogy nem tudták megkerülni az ő technikáját. Ráadásul a flashnek egyébként más privacy vonatkozása is van, nagyon pontos információkat elárul a hardware-ről, beállításokról, meg az operációs rendszerről, majd konkrét példát egy kicsit később fogok is majd mondani. És gyakorlatilag egyébként a flash-t arra ugyanolyan jellegű ilyen követésre lehet használni, mint amire a normál sütiket. Kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanúgy le kell kérni egy harmadik féltől a flash-t, és egyszerűen, amikor a flash betöltődött, ki kell olvasni ezt a sütit az ottani tárból, és visszaküldeni a harmadik félnek, ugyanott vagyunk, mint az előző esetben. Ezekre is voltak felmérések, ez is egyébként a fóliák végén található, nem tudom, hogy lehet, hogy ezeket közzé fogom akkor tenni. Hát itt látható két ilyen felmérésnek az eredménye, két top 100-as oldalban nézték meg, nem is tudom, talán ez most nem Alexa top 100 volt, hanem Quantcast, vagy valami hasonló, de viszont ugyanazok a kutatók mérték fel, és ők azt találták, hogy 2009-ben 54%-ánál találtak ilyen flash sütiket, és ez elkezdett 2011-re csökkenni, ami egyébként szerintem nem is meglepő, hiszen vannak ennél pontosabb, jobb, meg olyan technikák, amik a lassú flash-t nem igénylik, úgyhogy erre nincs is szükség. És hát elkezdett ugye a HTML5 is bejönni. Ugye a HTML5 az már az összes gyakorlatilag ilyen up-to-date és korszerű böngészőben megtalálható. Ennek is van egy olyan belső ilyen tárolási mechanizmusa, ami a sütikhez hasonlóan történik, azzal a különbség, hogy nem kerül automatikusan elküldésre az, amit beleraknak ezekbe a tárakba, hanem ezt külön kell scripttel elküldeni, de ugyanúgy lehet használni, mint a flash sütiket, illetve a sütiket is követésre, és hát most én beraktam konkrét példákat azokról az oldalakról, amik használják is ezt a fajta követési mechanizmust. Most hát több felmérés is volt, volt olyan felmérés, ami úgy becsült, hogy csak 1%-ánál használják ezt a tárat, de másik felmérésnél viszont 17%-ot találtak. Azt gondolom, hogy egyik olyan kiugróan magas, tehát mondjuk ez a 10% körül ez egy reális érték. És hát itt vannak is konkrétan olyan ilyen cégek, akik használják is ezt a fajta azonosítási tárat. És hát itt is előfordult olyan eset, amikor a HTML5 tárat gyakorlatilag csak egy ilyen backup mechanizmusként használták. Úgyhogy ilyenre is volt példa. De egyébként az, amiben a konkrét példák vannak, tehát meg ez a két példa is van, ez a Rösner féle cikkben van benne, ezt elég tételesen így végigbuncolgatják. Másikat is majd ott lehet megnézni. Na, és akkor egy kicsit evezzünk a mélyebb vizekre. Ugye a böngészőnek van egy gyorsított tára, erről szerintem mindenki hallott már, ami arra szolgál, hogy amikor egy weboldalra elmegyünk, eltárolja azt, hogy mi ott milyen tartalmakat néztünk meg, és amikor legközelebb megnyitjuk a böngészőbe, nem kell mindent letölteni, hanem van, amit a gép helyből tud betölteni. És az a helyzet, hogy ezen kívül még számos más tárolási mechanizmusa van a böngészőnek, amit azért találtak ki, hogy biztonsági okokból, vagy más okokból megkönnyítse a mi életünket, és az a helyzet, hogy ezeket viszont meg orvérzésig lehet arra használni, hogy különböző azonosítókat tároljunk el bennük, és sajnos erre vannak is példák. Hát néhány ilyen gondolattal szeretnék most itt előrukkolni. Nem tudom, a JavaScript az kinek mond azért úgy valamit. Mert többször már azért emlegettem, de mindenki tudja. Tessék? Jó, oké. Okay. Mert ezért kérdezgetek csak, hogy próbálj fölmérni a társaságot. Oké.
Én ezért többször már használtam ezt a kifejezést, és úgy tekintetekben azt láttam, hogy azért ez úgy megvan. Ugye JavaScript-be be lehet rakni egy változóba az azonosítót, és akkor meg kell győzni a böngészőt, hogy tárolja el ezt a fájlt a cache-be, és onnantól kezdve egyszerűen megvan ez az azonosító, lehet berakni CSS-be, megint nem egy olyan nagy szem, de ugye a HTML5-ben van már például a canvas, és akkor meg lehet azt is csinálni, hogy berakjuk ezt egy képbe, vagy a képbe már benne van, és amikor a képet betölti a böngésző a cache-ből, akkor utána csak ki kell olvasni a képpontokra eltárolt ilyen kódolt azonosítót, és akkor ennek segítségével már lehet újra követni a felhasználót. Most az a helyzet, hogy itt akár azt is meg lehet csinálni, hogy nem ilyen triviális módon, hanem steganográfiával rakják bele, és akkor soha nem fog rájönni a felhasználó, hogy mi van ugye a képén elhelyezve. Hogy? Hát a scriptből, igen. Igen. Csak még nem olyan feltűnő. Tehát például egyébként... Ha valahol, tehát csak addig nem feltűnő, amíg nem gyarancsol. Utána már általában azért meg lehet találni. Igen. Az egyetlen kérdés az, hogy valahogy a stego után a kriptot is ki tudod bontani. Igen. Igen. Na, tehát max az algoritmusból lehet következtetni, de az sem biztos, hogy meg lehet... Igen, de egyébként, tehát nem tudom, mondjuk hányan tudjátok, vagy ugye most a laborban pont volt egy ilyen malware, amit én kísérleti cégből pont azért csináltak a laborban a többiek, hogy megmutassák azt, hogy ez az anti-APT ilyen mechanizmusok, vagy ilyen eszközöket meg lehet kerülni, és ott is például egyébként ilyen technikát használtak, és gyakorlatilag képbe belerakták azt a malvert, amit utána a felhasználó gépére átcsempésződött. És... De ezt a Doku is így csinálja. Azt lehet. Én nem vettem ebben részt, csak azt akartam mondani, hogy ugye ott pont ez azért volt jó, mert ha egyszer már tudod, hogy keresed, akkor megtalálod, de amíg viszont ezt nem keresed, ez átmegy az összes olyan rendszereden, ami megpróbálja detektálni ezeket a beadásokat. Az úgy működött, hogy volt egy kép a malware-ben, de a malware, vagyis a kép az nem volt teljes, egy gépek header-re kezdődött, és az első pár sor az benne is volt rendesen, de utána már a malware kódja volt. És ez két célt szolgált, egyrészt az elrejtést, másrészt pedig a felhasznált kép markerként szolgál mások számára, akik ismerik ezt a markert, és tudják, hogy ezt a gépet innentől kezdve békén kell hagyni, mert itt már vannak olyanok, akik ennek gondját viselik, mondjuk így. Tehát hogy ennek a gépekbe rejtésnek attól függ, hogy milyen képet választasz ki, ebben az esetben két célja is volt. Aha. Jó, köszönöm. De mindesetre mondom még egyszer, tehát én ezt csak azt akartam mondani, hogy ez arra teljesen, hogy automatizált rendszereket át lehessen verni, de valóban, tehát hogyha már van egy gyanú, akkor elég nehéz önsztegot csinálni, ami akkor is megállja a helyét, ugye ez nem feltétlenül egy plausible deniability támogató megoldás. Na, nézzük meg néhány másik ilyen mechanizmust. Ugye vannak az ítegek, amik meg a last mode timestamp-ek. Ugye mind a kettő azt cél szolgálja, hogy jelezni lehessen a weboldal csekkolásakor, hogy milyen változat van meg az a kliensnek a gépén, illetve hogy az mikori. Mind a kettőbe gyakorlatilag lehet rakni, ugye egy bármilyen ilyen hexa sorozatot, tehát egy bármilyen stringet bele lehet tenni. Ide meg ugye hát valamennyire kötött az, hogy milyen dátumok kerülhetnek, de ebbe is azért néhány bit információt el lehet úgy tárolni, hogy az még ne keltsen adott esetben gyanút. Ezeknek azért az a disznósága megvan, hogy ezek private browsing módban is ugyanúgy működnek, tehát ezt nem lehet így megkerülni. Viszont azért az egy nehézség, hogy ezek akkor érhetőek el, hogyha explicite ugyanazt az URL-t kérjük, tehát nem lehet azt csinálni mondjuk, mint egy sütinél, hogy azt egy doménre valaki beállítja, és akkor onnantól kezdve az mindig elérhető, hanem mondjuk csak mindig ugyanazt az URL-t kell valahogy forszolni, de azért azt gondolom, ez megoldható, és hát vannak is olyan oldalak, amik ezt használják. Például úgy emlékszem, hogy a Kissmetrics kapcsán volt is egy per az USA-ban, amit hát ezt nem tudom, hogy megnyerte az aktivista, aki ezt indította, de ebből például ott volt botrány is, hogy ezt így csinálják, hiszen ez tényleg egy nehezen detektálható, nehezen észrevehető, nem megkerülhető, meg szóval egyébként is olyan furcsa, és tényleg nem egy etikus módszer. Van nekünk is egy implementációm belőle. Még itt tudom egy ilyet. Uh-huh. Milyen célból? Demo célból. Aha. Oktatási célból. Jó. Tehát, hogy jössz a böngésződdel, és úgy is tudunk téged követni, akármit csinálsz. Kivéve, hogy te tudod ezt a trükköt igazából. Aha. Csak ilyen példa.
Lehet, ez is már elavult egyébként, most még megyünk, majd előre lesznek még más dolgok is. Hát van még egy-két ilyen extra ilyen érdekesség. Ugye a böngészőnél, szóval vannak olyan weboldalak, amik le vannak így jelszóval védve, és akkor ott feljön egy a böngészőnek egy saját kis ablakon, be lehet ülni a felhasználó nevet és a jelszót, és ugye a böngésző után ezt megjegyzi, hogy ne kelljen minden egyes lekéréskor ezt nekünk beírni. Na, ezt a cache-t is ki lehet használni, és egyszerűen abban a formában, hogy így kell egy URL-t megformázni, a böngésző akkor úgy fogja venni, hogy akkor ez itt egy ilyen azonosító token, és innentől kezdve ezt elhagyjuk, akkor is ezt majd mindig közölni fogja a weboldallal. Egy másik lehetőség ez a redirect cache. Meg lehet adni, hogy hova redirecteljen az oldal, és akkor így megint lehet egy ilyen azonosítót belerakni. Aztán nekem ez a kedvencem, ez a HTTP-nek ez a Strict Transport Security Cache, ugyanis ez hosszú lejáratú, én se tudom, hogy hol van benne a böngészőben, és nem tudom, hogy hogyan lehet törölni, de marha jól lehet arra használni, hogy elteréljünk benne dolgokat. Ugyanis ennek az a lényege, hogy a böngésző annak érdekében, hogy ha egyszer jártunk egy oldalon már HTTPS-sel, ne menjünk el véletlenül oda HTTPS nélkül, megjegyzi ezt nekünk, és akkor legközelebb átrak bennünket HTTPS-re. Ez maga a cache-nek a lényege. És akkor meg lehet azt csinálni, hogy szándékosan eltárolunk ilyen speciálisan megformázott URL-eket a böngészőnek ennek a cache-ben. Meglátogattuk ezt az aldomént HTTPS-en keresztül, és ezt megjegyzi a böngésző, és akkor szépen eltároljuk ezeket az URL-eket is, hogy itt van egy szám, illetve itt van egy karakter, és talán egyszerűen semmilyen más dolgunk nincsen, amikor ezt detektálni akarjuk, hogy mi van ilyen módon eltárolva, próbálkozni kell, hogy a LAN egy URL az működik-e, és akkor itt látni fogjuk a szervernél, hogy mi jön be, gyakorlatilag abból, hogy a felhasználók a kliensébe ez el volt-e tárva, vagy a böngésző átmegy a HTTPS-re, vagy nem. És ugye itt a végig próbálgatja, hogy HTTP jön be, stb. És a végén ugye az ötösre be fog jönni a HTTPS, akkor lehet tudni, hogy amit eltároltak, az öt hosszú. És onnantól kezdve el kell kezdeni végig pörgetni a nullás karaktert, első karaktert, és egy idő után ezt ki lehet majd találni. Jó. Elkövethető volt ez így? Igen? Már majdnem a felénél vagyok. Jó, de egyébként a tempó az jó, tehát hogy vagy értető így ebbe a töménységbe. Jó, folytathatom, még veszitek, vagy? Jó, oké. Okay. Jó, itt még két érdekesség a végére, amit beraktam, csak azért teljesen a kép, de még így sem mondtam el mindent. A következő szlájdon mindjárt kiderül, hogy miért. Lehet egyébként a window name be is eltárolni dolgokat, ennek az a hátrány, hogyha bezárja valaki az ablakot, akkor onnantól kezdve ez a JavaScript attribútum ez eltűnik. Illetve az ilyenek is van egy ilyen saját mechanizmus, ahol lehet tárolni dolgokat. Ez azért egy izgalmas dolog, mert hogyha törlik a cache-t, akkor az ilyenben ez akkor is megmarad. Tehát megint ez egy ilyen backup mechanizmusként ez tud működni. És amiért mondtam, hogy nem volt még itt benne még mindig minden, amit itt fel lehetne sorolni, most mikor készültem a mai előadásra, gondoltam, megnézem, hát hogyha az Evercookie-t frissítették, és frissítették. Az Evercookie-nak az a lényege, hogy ez 2010-ben azt hiszem, meg akartam mutatni ennek a készítője, hogyha több ilyen tárolási mechanizmust, amiket itt az előbb felsoroltam, kombinálunk, akkor létre lehet hozni egy olyan szupersütit, amit nagyon nehéz kitörölni. És egyébként igaza is volt. Tehát az a szupersüti gyakorlatilag, nem is tudom, talán 2011-2012-ig nem is volt megkerülhető. Tehát például volt, hogy mi is alkalmaztuk egy ilyen kísérleti oldalon, az egyik ilyen fingerprint oldalon, felhasználói beleegyezéssel, és amikor mi azt készítettük 2012-ben, még mindig az volt a helyzet, hogy volt olyan, hogy mi se tudtuk kitörölni a sütit a böngészőből, hanem egyszerűen beleragadt. És aztán 2012-ben jött ki az első olyan Safari böngésző, ami gyakorlatilag már private browsing módban képes volt elfedni ezt az Evercookie-t, de egészen addig ez működött. És ez az Evercookie gyakorlatilag az eddig felsorolt technikáknak az összesét használja, és egyszerűen mindegyikbe belerakja ugyanazt az azonosítót, és akkor utána, ha valamelyikből törli a felhasználó, akkor helyreállítja, és amíg valamelyikben megtalálható ez az azonosító, addig ezt tudja az azonosítást csinálni. És most, amikor megnéztem, amikor készültem az oldalukat, akkor láttam, hogy már vannak benne újabb elemek, úgyhogy frissítették, és vannak benne azért újdonságok. De az a szerintem most az inkognitó módban is
vagy privát módban is van valami trükkje, vagy... Az, hogy ez ma működik ebben, azt nem tudom. Ki kellene próbálni. De amikor ezt mi próbáltuk, akkor eleinte, tehát tényleg egy ilyen 2012-ben kijött Safari frissítés volt az első, aminél ez már úgy javítva volt, de mondjuk akkor is még a Firefox, Chrome, meg ezekben ez ugyanúgy megvolt, hogy működött az Evercookie, hiába próbálta meg a felhasználó, hogy ezt törölni. De egyébként ugye ezt lehetne mondani, hogy majd fogok olyan technikákról beszélni, ami még ezeknél is jobb, sajnos, tehát ez nyilván nem felhasználó oldalról, de vannak olyan esetek, amikor azért ennek lehet létjogosultsága, mondjuk például, hogyha van mondjuk egy olyan hely, mondjuk egy munkahely, ahol a gépek ugyanarra sémára vannak föltelepítve, ott ugye nem lehet másképp megkülönböztetni a gépeket attribútumok szerint, csak ilyen módon, olyan esetben mondjuk elképzelhető, hogy valaki használni akar egy ilyen technikát. És akkor most rátérnék az azonosítás alapú követésre, ugyanis eddig mindig az kellett, hogy valahogy eltároljon a követő egy azonosítót a felhasználó gépén, de erre nincsen szükség, hiszen maga a tulajdonságai alapján is lehet a felhasználókat követni. És hát egy ide tartozó, de viszonylag régebbi előzmény a history stealing, egy kicsit más megint ettől az iránytól, de történetileg talán ide érdemes besorolni. Na most a history stealingnek az volt a lényege, hogy a böngésző, amikor fölmegy a weboldalra, akkor nem lehet csak úgy lekérdezni, hogy hol járt korábban. Viszont a history stealing lehetőséget adott arra, hogy ezt ki lehessen ilyen trükkös módon deríteni. Konkrétan az volt a trükk, és ez kb. 10 éven át ismert volt és működött, hogy beszúrt a weboldal, amit éppen meglátogattunk, egy linket, és utána pedig egy script leolvasta annak a linknek a színét. És akkor lehetett tudni, hogy az egy visited link, vagy pedig egy nem visited link volt, és akkor ezzel így ki lehetett így próbálgatni, milyen oldalakat látogatott meg a felhasználó. És aztán 2010-ben jött ez az a pillanat, amikor kutatók megmutatták, hogy vannak olyan közösségi oldalak, ahol minden egyes csoport tagsághoz egyedi URL tartozik, és hogyha tudjuk ezeket a csoportokat, és azt is, hogy az egyes felhasználók, akik a közösségi hálózaton vannak, milyen csoportokban vannak benne, akkor ha jön egy random internetező, és végigpróbálgatjuk, hogy milyen csoport URL-eket látogatott végig, akkor ki tudjuk találni, hogy annak a felhasználónak mi a közösségi profilja. Magyarul a history stealingnek a segítségével vissza lehetett valakinek a közösségi profilját követni, gyakorlatilag bármilyen random oldalról, hogyha az kellőképpen fölkészült korábban. És végülis ez volt az a végső löket, ami megadta ennek a haláldöfést, és akkor 2010 áprilisában a Firefox bejelentette, hogy akkor ők ezt patchelik, ki nem lehet többet lekérdezni, és aztán a többi böngészőgyártó is végig is követte, és azóta ez nem elérhető. De azért azt nem mondanám, hogy ilyen technikák nincsenek többet, és ezt el lehet felejteni, ugyanis gyakorlatilag azóta így időről időre előjönnek ilyen cache stealing módszerek, amik alkalmasak arra, hogy ugyanezt a fajta ilyen előzménydetektálást megvalósítsák, csak ezek mondjuk nem mindig ilyen széles lefedettséggel dolgoznak, ugye, mert ez a fajta CSS history stealing ez az összes böngészőben működött, a cache stealing módszerek azok általában egy-egy böngészőre vannak korlátozva, és azért ezeket nem is olyan könnyű karbantartani, napra készen működjenek. Most azt elmondom még, hát, hogyha esetleg érdekeltiteket, hogy ezek nagyon egyszerűen úgy működnek, hogy megpróbálnak betölteni a Facebookról, YouTube-ról, meg más oldalakról olyan tartalmakat, amik várhatóan rész is voltak ennek az oldalnak, ha te jártál ott, és hogyha ez gyorsabban jön be, mint amilyen mondjuk egy első látogatásnál várható lenne, akkor ebből lehet arra következtetni, hogy voltunk ott az oldalon, és mondjuk 2012-13-ban is még volt olyan ilyen cache stealing teszt, ami gyakorlatilag működőképes volt, és ráadásul ez nem egy destruktív teszt volt, ami azt jelentette, hogy amikor ezt a tesztet elvégezték, akkor utána többet ezt már nem lehetett elvégezni, mert mondjuk betöltötte tényleg az erőforrás, és bekerült a cache-be. Most megnéztem megint, mikor készültem, most már nem működik ez a script, de biztos vagyok benne, hogy vannak alternatívák, mert emlékszem, hogy fél évvel is pont belefutottam egy ilyenbe, csak nem írtam föl, és nem találtam most meg. Úgyhogy azért ezt nem kell temetni, nem annyira elterjedt, mint amilyen ez a CSS history stealing ezt lehetővé tette annó, de mégis azért egy érzékeltő és fontos dologról van szó. No, és itt rátérnék a fingerprintelésre. Az analógia az egyébként nagyon egyszerű, nem, hogy az ember új lenyomatának vannak olyan negyedi pontjai, amivel segítségével őt minden egyes kontextusban újra és újra be lehet azonosítani, úgyhogy másoktól ez eltérő módon történjen. Nagyon sok más olyan dolog van, amit lehet új lenyomatozni, és kidűjtöttem néhány példát, talán
ez nektek is érdekes lesz. Lehet például a papírnak a feletét úgy lenyomatozni, erre vannak is már eredmények, amik nem tudom, talán 100 pont azonosításával képesek ezt megtenni, és ez azért egy érdekes dolog, mert mondjuk, ha tegyük fel, papíralapú választás van egy országban, és fogjuk és a papírlapokat úgy lenyomatozzuk, akkor utána kiadjuk anonim módon, elmegy az illető szavazni, bedobja az urnába, és úgy is tudjuk, hogy akkor ő most melyikre x-elt rá pontosan. Lehet a nyomtatókat is, és akkor lehet tudni, egy dokumentumot kinyomtatott, készen vissza tudjuk keresni, hogy melyik nyomtató volt, amelyiknek segítségével ezt kinyomtatták. Vannak olyan nyomtatók egyébként, amik szándékosan elhelyeznek ilyen új lenyomatokat a papíron. Hát a színesek legalábbis. És itt van is egy példa erre. Aztán a fényképezőgépek, illetve a szkennereknek is van új lenyomatozási lehetősége, hiszen ezeken találhatók olyan pixelek, amik érzékenyebbek, ezek könnyebben beégnek, és akkor ezeket föl lehet deríteni, és ezeket lehet is használni új lenyomatozásra. Ez egy kicsit nehezebb, de vannak olyan cikkek, amik ebbe az irányba tesznek próbákat, hogy ezt meg lehessen csinálni, és ez meg azért érdekes dolog, mert ha mondjuk valahol kiszivárog egy kép, vagy egy tüntetésen készül egy kép, vagy bármi más ilyen esetben, hogy akkor le lehet nyomozni, hogy ki készítette azt a képet. Hogyha mondjuk tudjuk, hogy valakinek mondjuk fönn vannak egy ilyen fotó megosztó szolgáltatáson a képei, onnan le lehet szedni ezt az új lenyomatot, és akkor utána egy kérdéses képen csak össze kell vetni ezzel a háttérinformációval a képet, és akkor így meg lehet találni, hogy a tippünk az stimmelt, vagy nem. Illetve hát általában az ilyen wireless eszközöknek van egy olyan tulajdonsága, hogy ugyan képesek a standard kommunikációra, de mindegyiknek a hullámformájában megvannak azok az egyedi ilyen kis apróságok, amik lehetővé teszik azt, hogy őt egyedileg, ha ezeket fel tudjuk ismerni és tudjuk szűrni, akkor azonosíthatóak legyenek, és vannak cikkek, ahol például ezt megmutatták ilyen RFID csipek esetén. Anders Behring Behring Norvég tömeggyilkos. Igen. A nyomozása során, a nyomozás kapcsán a fényképek lékelődtek ki folyamatosan a sajtóhoz, és a rendőrség ezt megmondta, és csapdát állított a sajtónak és a gyikernek, és körülbelül 100 fényképet adott ki az ügyben érintett ügyvédeknek. Vízjellel gondolom. És mindegyik vízjelző aha volt egyenként. És ezek közül olyan 95 fénykép olyan volt, ami szemét volt, és 5 olyan, ami újságírók számára is érdekes volt, tehát nem mindent ezért fingerprintelték, és az újságírók megkapták ezt a fényképet, ők ezt kinyomtatták egy próba újság címlapjára, ezt lefényképezték egy analóg fényképezőgéppel, majd ezek után ezt adták le az újságban, ezt a fényképet, és még ezek a transformációk ellenére is ki tudta deríteni a rendőrség, hogy melyik volt az az ügyvéd, amely kilíkelte ezeket a fényképeket a rendőrséghez, és azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt elvesztette a licenzét a ügy miatt. Aha. És amit használt a rendőrség, az pedig az Adobe-nek egy szerzői jogi nyomkövető pluginja volt, ami kereskedelmi forgalomban kapható egyébként. Aha. Hát igen, ez a steganográfia másik irányú felhasználása. Jó, de nem csak egyébként a technikai dolgokat lehet így fingerprintelni, hanem az embereket is. Ez például az 1990-es amerikai, most úgymond KSH-s adatoknak a segítségével csinált egy hölgy egy felmérést, és arra volt kíváncsi, hogy az irányítószám, a nem, illetve a születési év, az a három információ mennyire azonosítja az embereket, és akkoriban 250 millióan éltek körülbelül az USA-ban, és azt találta, hogy az embereknek 81%-át azonosítja ez a három információ. És ez jó rávilágít arra, hogy ha néhány információt valamiről ki lehet szedni, akkor az mennyire jól tudja azonosítani. Na hát főleg majd erről fogok beszélni a jövő héten, de ezt szeretném most megmutatni azt, hogy ez mennyire jól működik a böngészők esetén. 2010-ben volt az első olyan kísérlet, ami ennek a feltárására irányult, ez a Panoptiknek a kísérlete volt, és ők olyanra mentek rá, hogy az ilyen user agent string, plugin lista, elérhető fontkészletet letöltötték a számítógépről, és utána megnézték, hogy az ő adatbázisukban van-e már olyan másik számítógép, aminek pont ugyanez volt a lenyomata. És ők azt találták, hogy gyakorlatilag ez a néhány információ, még van egy-kettő, és ezt meg is lehet nézni a honlapon, ez a néhány információ az eseteknek a 95%-ában egyedileg azonosíthatóvá teszi a böngészőt, ami egy elég komoly aránynak tekinthető. Viszont azért
Az ő technikájának volt egy olyan hátránya, hogy ez csak akkor működött, ha például Flash vagy Java volt fenn a számítógépen, mert hogyha ez nem volt fenn, akkor a fontokhoz nem tudtak úgy hozzáférni, hogy szerettek volna, és abban az esetben ez a technika nem működött. És hát ez azért van így, mert például a Flash is a Java is lehetővé teszi, hogy hát nagyon valószínűleg, de ebben nem vagyok teljesen biztos, de hogy gyakorlatilag szintén telepítési sorrendben lehessen kiszedni a számítógépből a feltelepített fontokat. Tehát valószínűleg, hogy a fájlrendszerre kerültek, ezek a fájlok olyan sorrendben adja vissza. Az biztos, hogy ezeknek a fontoknak a listája ez egyedi. És nem csak az, hogy mik vannak benne, hanem maga a sorrend is. Úgyhogy ez nagyon jól működött ebben. Szerintem ez az iNode számokon alapul egyébként, hogyha Unix szokkal beszélni. Valószínűleg igen. De ez a Windowsnál is valami hasonló lehet, csak ezt a cikk sem írta le, úgyhogy ez egy ilyen találgatás, de én erre tudok gondolni. A Linux-os implementációnál iNode számokat néztem, amit próbálkoztam belőle. Aha. Ott lehet, tehát ott a Flash-on keresztül az az elfér. Aha. Na, hát nekem is egyébként ez volt a tippem, hogy ugye ezeket, nem, tehát ennek a kísérletnek az egyik hátránya az volt, hogy plugineket igényelt, és nekem az volt az ötletem, hogy mi van akkor, hogyha ezt meg lehet csinálni, ezt az ülenyomatozást gyakorlatilag pluginek nélkül, és akkor akkor jöttem ezzel a felvetéssel, hogy lehetne egy ilyen böngésző független ülenyomatot készíteni, ez ugyanebben az évben, szeptemberben jött elő. Ami abból állt, hogy az IP-nek egy részét tettem ebbe bele, néhány információt magáról a rendszerről. Na, tehát hogy ott tartottunk, hogy 2010-ben volt az ötletem, hogy lehetne csinálni egy olyan ilyen új lenyomatot, ami cross-browser is működik, és hát ennek mentén csináltam is egy ilyen teszt oldalt. Ez a mai napig is elérhető, hát persze ma már azért ez nem működik úgy, mint akkor, meg hogyha elmentek ott a PET portálra, ezt már említettem korábban, akkor ott a menüben megtaláljátok, nem kell ezt a teljes URL-t megjegyezni. És hát gyakorlatilag azokat az információkat, ami az előző szlájdon volt, azokat tesztelte végig, és hát az volt benne az egyik trükk, hogy a fontokat azt JavaScript-ből végig tudta tesztelni, nagyon egyszerű mechanizmussal, berakott egy dobozt, utána pedig berakott egy szöveget, és akkor azt mindig más fonttal próbálta renderelni, és hogyha a doboz mérete eltért a default font által renderelt mérettől, akkor tudni lehetett, hogy fenn van a rendszeren. Ez nem tökéletes, de nagyjából jó. Azért nem tökéletes, mert voltak olyan böngészők, ahol bizonyos fontok működtek, másik böngészőben nem, meg voltak más ilyen apróbb ilyen eltérések, de azért az eseteknek a döntő többségében ez működött, és ugye ebben az esetben akkor már annyit kellett csinálni, meg kellett találni, hogy melyek azok a fontok, ami kellőképpen úgy szegregálja azért a látogató közönséget, hogy ha azokat nézem meg, hogy fönn van vagy nincs fenn, akkor előbb-utóbb ez egy egyedi mintát fog kiadni. Ennek a gyűjtése aztán végül, akkor, hogy mondtam, ugye 2010. szeptemberében indult, egy fél éven elgyűjtöttük az adatokat. Hát egy kisebb mennyiséget sikerült összegyűjteni, ez összesen 1000 új lenyomat jött össze, annak ellenére, hogy próbáltuk propagálni. Ugye hát itt az előző esetben a Panopticlicnek gyakorlatilag nekik ilyen 250 000 új lenyomatot sikerült begyűjteni viszonylag rövid idő alatt, de hát ugye más volt a hátterünk. Ugye a Panopticlicet az F csinált, ők azért elég ismertek, média kapcsolataik vannak, pénzük van, meg sokan vannak. Itt meg ott voltam egyedül néhány kapcsolattal, úgyhogy ahhoz képest ez is egész jó volt, viszont arra tényleg elég volt, hogy ennek az alapelvét sikerüljön letesztelni, és maga egyébként az adatbázisnak a különböző eloszlási is egészen jó arányokat mutattak, tehát igen, szemrevételezéssel, illetve a különböző entrópia értékeknek az összehasonlításával azért kiderült, hogy kisebb, de azért elég reprezentatív adatbázis sikerült összegyűjteni. És csak hogy néhány példát kiemeljek azon kívül, hogy látszik a hasonlóság, hogy itt vannak ezek a piros pöttyök, ezek a screen értékeket mutatják, és ugyanígy itt van a videó ezen a részen, csak itt most sajnos a felbontás miatt nem látszik, ez ugyanígy ide esik erre a helyre. Hogyha megnézitek azt a cikket, amit ebből publikáltunk, ott benne vannak egymás mellett a táblázatok is, és akkor látszik, hogy mennyire hasonlít a kettő. Úgyhogy ebből azt a következtetést azt le lehet azért vonni, hogy ez reprezentatív, és azok a következtetések, amiket ebből levonunk, az is azért valószínűleg megállja a helyét. Aztán utólag ki is derült persze, hogy igazunk van, mert velünk párhuzamosan amerikai cégek elkezdtek erre üzleti modellt építeni, erre az ötletre. Nem tőlem jött az ötlet. Tessék? Ez a hozzáállás közötti különbség. Igen. Abból a szempontból mondjuk én nyugodtan azt, hogy nem tőlem jött az ötlet, de,
de látszik, hogy, hogy kúrás volt a probléma, de hát ez persze utólag derült ki. És hát alapvetően két dologról derült ki, hogy nagyon jól azonosítják a felhasználókat, mert hogy magas entrópiával rendelkeznek, az egyik az a user agent string, másik pedig ez a fontlista, és látszik, hogy itt van lent mindkét tengelynél az, hogy a különböző user ID-k, és az, hogy az egyes az a user ID-khoz hány azonosító tartozik, és hát látszik, hogy pedig a Windows esetén majdnem minden egyes user ID-hoz külön fontlista is tartozott, és ebből látszik az, hogy ez egy elég jó azonosítja a felhasználókat ez a fontlista, ami a gépükön van, és itt pedig az látszik, hogy, hogy a user agent string mennyire tért el az egyes felhasználóknál, azért látszik, hogy ez is egy elég jó azonosítást tett lehetővé. Hogy mennyire jó azonosítást, arra hoztam egy kicsit egy részletesebb példát. Itt az anonimitási halmazok láthatóak a különböző user agent stringekhez, és akkor ezek így méret szerint vannak csökkenő sorrendben rendezve, tehát ez azt jelenti, hogy volt egy tizedik anonimitási halmaz, amiben körülbelül 5 user tartozott bele, egy olyan anonimitási halmaz volt, aminek 9 felhasználója volt, és akkor ez is szépen csökkent, de látszik, hogy a felhasználóknak a többsége, az gyakorlatilag egy egyméretű anonimitási halmaz volt benne, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a user agent string és a fontok azok egyedileg azonosították. Ugye itt mondtam, hogy majdnem 1000 felhasználónk volt, tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy 110 felhasználó volt, akik nem voltak egyediek, de az összes többiek azok teljesen egyediek voltak. És akkor itt azt kezdtük el megnézni, hogy hogyan csökkent, hogyha módosítottunk a beállításokon, mi van akkor, hogyha a fontokat már nem lehet teljesen lekérdezni, hanem egy ilyen egységesített fontkészletet teszünk lehetővé. Látszik, hogy akkor az anonimitási halmazok elkezdenek megnőni. Hogyha fontokat nem lehet egyáltalán lekérdezni, akkor jobban megnőnek ezek az anonimitási halmazok. De ugye leginkább akkor nő meg ez az egész, és látszik, hogy itt ugrottunk egy nagyságrendet is. Hogyha user agent stringet leegyszerűsítjük, akkor viszont pedig sokkal inkább megnőnek az anonimitási halmazok. És ezt azért néztük meg, hogy lássuk azt, hogy mennyire lehet ezeknek az egyszerűsítésével javítani a helyzeten. Aztán később egyébként, most ez nincs benne egy a szlájdokban, meg van egy-két elementett user agent string abból az időből, amit egyébként a bacikban, ahonnan ezek az ebrek vannak, azt meg is tudjátok nézni. Tehát, hogy akkoriban a user agent stringbe aztán mindent beleraktak, azt, hogy hánylábú macskája van valakinek, és mit tudom én micsodát, illetve tehát az végül is, amikor ezt mi publikáltuk, utána nem sokkal pont megváltoztatták, és ezzel nem kellett foglalkozni, de ez a fontlista kérdés ez azért ott maradt a levegőben, és hát ezen látszott, hogy végül is az annyira komoly volt ez a kérdés, hogy például, ugye, hogy említettem itt a szünetben, amikor azért cseréltünk, hogy a Tor gyakorlatilag erre egy külön mechanizmust épített be, hogy ezt valahogy szűrni lehessen. De egyébként időközben mi is kijöttünk egy olyan kis demonstrációs ilyen eszközzel, amit FireGloves-nak hívtunk, egy ilyen Firefox extension volt, és gyakorlatilag ezeket a detektálható ilyen attribútumokat maszkolta úgy el, hogy ne lehessen úgy lenyomatozni ezeket a böngészőket, és ez egészen eredményesen is működött abban az időben, tehát most ez nincs benne a szlájdokban, mert ez már egy 2 éve nem fejlesztett eszköz, tehát ilyen értelemben nincsen jelentősége, de hát akkoriban viszont ez teljesen jól működött, és azt akartuk vele demonstrálni, hogyha mondjuk a Firefox vagy valaki más ugyanezt átvenni, a web az használható lenne, de mégse lehetne úgy lenyomatozni a felhasználókat. És hát ehhez csináltuk ezt egyfajta alapozásként. Mondjuk kicsit ilyen talán sorsfintorra, vagy nem tudom, hogy lehet mondani, na, mert ebből belekezdtem, akkor ezt így elmesélem, hogy 2012-ben befejeztük ennek a pluginnek a fejlesztését, kiírtuk a weboldalra, és akkor utána nem tudom, voltak ilyen periódusok, amikor egyszer az emberek ráeszméltek, hogy nekünk ez kell, és akkor elkezdték letölteni. Aztán leszettük a Firefox add-on repozitoriból, mert ott kerestek minket, hogy összeomlik, meg miért nem működik, jó, mit tudom én, ki volt írva, hogy ez egy demo túl, és hogy milyen ilyen kitételekkel működik, és aztán hát most még mindig fönt van azért a webben valahol, és gyakorlatilag havi 3000 letöltés van hozzá, úgyhogy ez egy 2 éve nem fejlesztett eszköz, tehát ez ilyen érdekes, és egyébként utólag rengeteg helyen is megjelent ezzel kapcsolatban cikk, de cikkbe kellett térnie. És ugye kérdezted, hogy hát mennyire egyediek mégis ezek a fontok, amiket felrakunk, és ez egy statisztika abból az 1000 usernek a halmazából, hogy ugye vannak a különböző fontok itt, most ez persze szövegesen nem fért volna ki, de gyakoriság szerint csökkenőrendbe berakva,
És hát látszik ez a lépcsőzetességből, hogy vannak olyan fontok, amik egy bizonyos csoportnál ott vannak, aztán jön egy másik csoport, akinél meg egy másik típus ilyen fontok vannak benne, és a többi. És hát a kollégám, aki ezt az ábrát elkészítette, ő megnézte, hogy ezek hol vannak jelen, ezek a tipikus fontok, és akkor voltak azok a fontok, amik a Windows-okon vannak rajta, aztán voltak olyan fontok, amik bizonyos Office csomagokban voltak benne, ebből különböző variációk is voltak, aztán akkoriban már volt Windows 7, és akkor látszik, azok a fontok egészen népszerűek voltak, és aztán, hogy egyre mentünk az egyre egzotikusabb fontok felé, látszott, hogy a különböző csomagokat hányan rakták fel. És igazából ez is jól rámutat, hogy az alapfeltevés, hogy valaki föltesz programokat, és egy egyedi programcsomagot rak föl mindenki a gépére, az egyedi fontcsomagot hoz magával, ezért ez egyedileg jól azonosíthatóvá teszi az embereket, hiszen ez a fajta ilyen telepítési mechanizmus ebbe is így visszaköszön gyakorlatilag. Aztán csináltunk egy másik tesztet, talán ez működik, ezt most nem próbáltam ki, ezt ki lehet próbálni, ami már sokkal komolyabb ilyen háttérműködéssel rendelkezik, mint amit még én csináltam, ezt nem is én fejlesztettem, csak részt vettem a fejlesztésben, illetve hát a hogyanjában elsősorban, és hát azért itt már sokkal több mindent is tároltunk, és hát ennél mondjuk egy olyan 100 000-es ilyen adatbázis sikerült összeszedni, új lenyomat adatbázist, és hát itt azért már mondjuk dinamikusan néztük a fontokat, nem egy ilyen statikus fontlistát teszteltünk végig, meg használtunk plugineket, hogy begyűjtsük, hogy egyáltalán milyen fontok vannak fönt az embereknek a gépein, hiszen abból sokkal több infózt tudunk megint jutni, mint hogyha csak nekünk van egy elképzelésünk, és azt gyűjtjük, meg több mindent ebbe ki is javítottunk, és hát akkoriban egyébként, amikor ez elkészült 2012-ben, tényleg ki lehetett próbálni, hogy az ember oda rakott egymás mellé öt böngészőt, és mindig be ugyanazt az új lenyomatot generálta ez a script, és pont ezért volt ez az egész ilyen felület is hozzá, hogy ezt mindenki ki tudja próbálni, és ezzel felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy van egy ilyen probléma. Aztán eltelt 2 év, és az emberek rájöttek, de hogy ezt az előző ilyen kis sztorinál is így mondtam, de hát azért gyakorlatilag mondjuk ezzel kapcsolatban is ilyen heti meg havi szinten kapunk megkereséseket. Vannak, akik megkeresnek, hogy szeretnék megvásárolni a scriptet és használni új lenyomatozásra, ezek általában mennek a trashbe, de vannak, akik különböző projektekhez akarják használni, néha velük szóbálunk, hogyha adnak értelmes indoklást, de elég sokan egyébként megkerestek ezzel kapcsolatban, meghivatkozzák a mai napig. Volt egyébként ilyen sajtóesemény, ez azért sokat hozzájárult ahhoz, hogy az egész így ki tudjon menni és sok helyre eljusson. Ugye mondtam, hogy gyakorlatilag ilyen 100 000, egyébként nincs fenn egy fontkészlet, amit használtam ennél a gépeden, úgyhogy ez most ebből a boxból látszik, és hiszem ezért esett szét a többi is amúgy. No, mindegy, ezek a fontoknak megvan a sajátosság, majd a Dooku-nak a dropperébe is egyébként ugye egy ilyen font, speciális font volt, amit használtak. Elrakom meg is azt a fontkészletet, és akkor már is nem lesz egy ideje, vagy nem lesz. Ezeket félben felből tolni, egyáltalán is mondtam. No. Tehát sokat hozzájárult ez a sajtóesemény ahhoz, hogy ez elterjedjen, több egyetemen, meg ilyen hacker konferenciákon, meg mindenféle helyekről kaptunk visszajelzést ezzel a munkával kapcsolatban. A Firefox is megkeresett bennünket, velük is egyeztettünk, és voltak még más megkeresések is. Aha. Ez érdekes ez az U betű, ott ez, nem így raktam fel a fóliákat. Tessék? Nem. Ott egy szövegnek kéne lenni, nem tudom, ez hogy alakult így. Érdekes. Na mindegy, és egyébként nem tudom, a tort azt valószínűleg itt többen is ismeritek, nem tudom, hogy John DoFoxról hányan hallottatok, vagy John DoFox, hogy talán egy valaki. Gyakorlatilag a tor és a John DoFox az a két alternatív, erről majd fogok később beszélni megint csak, amit anonim böngészésre lehet használni. Az egyiket amerikaiak fejlesztik, a másikat európaiak, németek, de gyakorlatilag a kettő az ugyanazon a szinten található meg, és velük egyébként együtt is dolgoztunk, és ők tesztelték is azt a megoldást, amit csináltunk, mert ők is keresték még abban az időben, hogy hogyan lehetne megoldani ezt az új lenyomatozási problémát, és egyébként velünk párhuzamosan kezdtek el egyébként a torosok szintén dolgozni ezen, aztán persze a saját megoldásukat választották be a tor böngészőbe, de hát később értesültek valószínűleg a munkánkról ők is. Jó. Na hát, és hol tart ma kvázi gyakorlatilag ez az egész új lenyomatozási világ?
egy felmérésben megnézték az Alexa Top 10 oldalt. Én úgy gondolom, vagy én arra számítottam, amikor ezt csinálták, ez egyébként 2013-ban lett publikálva ez az eredmény, hogy hát azért ez az új lenyomat technika, ez azért elkezdett már elég masszívan terjedni, hiszen azok a cégek, amik egyébként itt fel vannak sorolva, például a Blue-kával, már korábban, talán évekkel előtte már azzal hencegtek, hogy hát nekik már milliárd eszköz van az adatbázisukban, és nekik már nagyon jó, meg nagyon boldogok. És hát akkor ebből arra lehetett azért következtetni, hogy azért akkor ezek szerint elég sok weboldalt le is fednek. Ennek ellenére csak a weboldalaknak a 4%-át fedte le újlenyomtatási technika a top 10.000-ben. Ráadásul ugye a Skype volt az egyetlen olyan oldal, ami mondjuk így egy európai felhasználónak mond valamit, illetve voltak ezek között még pornó oldalak, illetve különböző ilyen randi oldalak, de hát mondjuk én arra számítottam legalábbis, hogy mondjuk az ilyen vásárló oldalak, meg ugye ahol tényleg egy ilyen tőkerős felhasználó járhat és pénzt akar költeni, ott fognak ezek a technikák megjelenni. Ennek ellenére ez nem így történt, hogy miért, azt nem tudom. És az az érdekes, hogy megnéztek más oldalakat, amik kevésbé vannak benne így ebben a Pixisben. Találtak elég sok oldalt, ahol ez megtalálható volt ennek a három cégnek a szkriptje. De itt megint érdekes, hogy kisebbségek voltak azok az oldalak, ahol az ember pénzt költ, és itt a többségben inkább azok az oldalak voltak, ahol vagy malware volt fel, vagy spambelésre használtak, vagy hasonlóra. Nekem ez egy rejtély, hogy ez miért így van, elég furcsának találom, de hát arra lehet azért szerintem számítani, hogy előbb-utóbb azért ez a rejtély át fog billenni, hogy ez ma miért itt van, ezt sajnos ezt nem tudom megmondani, én is csak találgatni tudnék. Áldozat szűrés. Igen, lehet security-ra is használni, mert gyakorlatilag az összes újlenyomat technika, nem csak ez, a hangújlenyomatozás, meg egy csomó más ilyen dolgot, egyik legitim felhasználása az, hogyha te belépsz valahova, akkor megnézik, hogy te nem másik gépről léptek ebbe ezzel az accounttal, és az már rögtön akkor ugye tud egy alertet nyomni. Igen, tehát erre tényleg lehet használni, de mondjuk miért pont egy malware oldalon, meg spam oldalon? Hát mert van, hol máshol? Hát hol választom ki az áldozataimat? Kire fókuszálom az energiáimat? Hát igen, de nem vagyok abban biztos, hogy tehát ezt erre tudod használni, mert hát nem tudom. Lehet, hogy van abban, amit mondasz, amit igazából akkor tudnék erre válaszolni, ha látnám, hogy milyen nyelvek mentén gondolkodnak az ilyen körök, mert bele tudnám magyarázni az igent is, meg a nemet is. Lehet benne valami. Nem tudom. Rámész arra, aki sokat költ az Amazonon, mint aki még soha nem járt arra. Igen. Nem az Amazon, gondolom a spam, hanem az ilyen lejjebb is színvonal. Igen. Tehát ez malware. Tehát én itt tudtatok egy malware szájtolt, és jönnek a userek hozzám, és akkor azokkal foglalkozom, ahol látom, hogy ez igen, nála lehet online hitelkártyával vásárlási lehetőség. De miért? A többiekkel foglalkozni is ugyanannyi a kezünk. Igen, de mondjuk abból én is erre gondoltam egyébként, amikor mondtam, hogy bele tudom magyarázni, tehát ez tényleg, hogy jobban fel lehet mérni azt, hogy kinek van egy vásárló ereje. Lehet, hogy ez nem invazív, és az invazív módszereket, a lerakos sütiket, meg ilyeneket megfognál helyben telepített antivírus, meg ilyen problémák, és ez viszont teljesen passzív módon tudja nézni, hogy mondjuk az adott user az milyen érdeklődést tőle, van, pontosan milyen pornó. Nem, tehát amit egyébként ő mondott, tehát abból a szempontból azt, hogy el tudom képzelni, hogy itt ugye akkor ő, amikor elmész egy malware site-ról, neki nem kell tudni, hogy te honnan jöttél és mit csináltál, hanem ez a szolgáltató megadja, hogy ő már itt járt korábban, ezeket nézte, stb. Tehát tényleg lehet következtetni arra, hogy mennyire tőkeerős az illető, és akkor érdemes mondjuk malware-t rakni a gépére. Tehát ezt így el tudom képzelni, de szerintem ez jobban kéne érteni, hogy pontosan mi történik. Tehát amikor aztán ezért pakba eladja az ember, hogy itt van 1000 account, akkor... Mennyit ér a csomag? Ezek ilyen demográfiai, vagy nem tudom milyen csoportba tartoznak. Így tudod őket eladni és árazni. Igen. Hát igen, igen. Tehát abból a szemben meg ennek is van értelme, mert ugye gépekről van szó, tehát nem emberekről. Lehet, nem tudom. Hogyha te egy sütit le akarsz rakni, és te vagy az Amazon, akkor neked megengedik, hogy lerakjál a gépre. De hogyha én már egy KTP oldalt tartok fent, akkor nem rakadok el sütit arra a gépre, mert egyrészt kiszúrják, másrészt... Ezt is kiszúrják ám. Tehát azért ezek a helyeket lehet. Hogy főleg ott van a három szép, még logójuk is van a rohadék, amit
Igen, de... Mondjuk én meg arra gondolok, hogy van azért, mert ez büdös. Mert ilyen sem, hogy csak kell húzod, igazad van. Ez már ciki, hogy én azon ilyet nem is találom. Összintén szóval egyébként igen, tehát én ezt az ő oldalukra érzem cikire, mert a Google-ről mondjuk ezt el lehetne mondani, hát ez elég kellemetlen. Ez nem egy jó hírnév. De viszont a malvereseket, hogy itt már nincs hírnév. De nem szerintem a másik különbség, hogy a Google Facebook meg az összes több ilyen user, ők azért tudnak rendesen követni már így is. Ezek meg olyan userek, ahol ritkán jelensz meg, tehát itt ritkán kell, de gyorsan is sok infót. Ha meg összeesküvés elméletet is ki tudok találni, annak az lenne, hogy ezeket mind rendőrség meg ilyenek üzemeltetik, és azokat akarják elkapni, akik ezekre dolgoznak. Hát nem kell hozzá, elég egy-két törvényt hozni, vagy ahol az NSA bekopog, és akkor... Ők mégis így csinálták, az ennek sorájuk az egész világra. Igen. Tehát nem kell, hogy ők üzemeltessék, úgyis kapnak hozzá félést. Na, menjünk tovább, mert egyébként messze így is kifutottam az időkeretből, igen, 2 perce. De már a felén túl vagyok, tehát ezt már így azért meg tudom erősíteni. Még egy olyan 15-20 slide-on van körülbelül. Hagyjam inkább, vagy ezt akkor kapcsoljak rá, bírjátok? Hogy legyen? Jó, oké. Elmileg akkor legközelebb tudom, hogy hogyan lőjem be, bár mondjuk ez a sztorizósabb, a másik az nem ennyire sztorizós. Na, hát aztán megnézték azt is egyébként, ez ilyen konkrétan reverse engineering technikával kellett ezeket visszafejteni, bár ugyan JavaScriptről van szó, de gyakorlatilag ezek a scriptek annyira obfuszkáltak voltak, meg ilyen csűrve csavargó, hogy nem lehetett csak úgy kiszedni, hogy pontosan mit csinálnak, meg hogyan. És hát azért sikerült visszafejteni, hogy hogyan is működnek ezek. Az kiderült, hogy Java-t nem használnak, bár volt olyan, ahol benne hagyták a forráskódba, hogy volt benne valamikor Java, de a Flash viszont mindegyik technika, mindegyik cég használta. Hát ennek több oka van. Flash jobban elárulja az operációs rendszert, az, hogy 2 monitorod van, vagy 1 monitorod, ugye a fontlistát is jobban ki lehet szedni, plusz, hogyha valaki esetleg proxy-t használ, azt is meg lehet a Flashnek segítségével kerülni. Szóval itt van még néhány más információ, most akkor ezekben nem megyek bele, csak így nagyon felületesen megemlítem ezeket, és hogyha valakit érdekel ebbe a cikkbe, ahol ezek megjelentek, elég jól benne van, és akkor ott lehet erről egy plusz érdeklődni. Ami érdekesség, hogy volt egy ilyen CAB file, ami nem tudom, hogy nem derült ki a cikkbe, hogy került rá az emberek számítógépére, de ha ott volt az a CAB file, akkor gyakorlatilag ez egy ilyen malverként működött, ami semmi más nem csinál, csak információkat szedett ki a regisztriből, meg a számítógépről, mint amik itt fel vannak egyébként sorolva. Tehát mit tudom, hogy az ilyenek mondjuk a termékazonosítója, mikor installálták a Windows-t, a számítógépnek mi a neve, meg egy rakás ilyen dolgot. És volt olyan, ami megpróbálta ezt rávenni az Internet Explorer böngészőt, hogy töltse be ezt a CAP-fájt, és ha sikerült, akkor ezeket mind el tudta érni a weboldal. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Azért tettem oda a deploymentet kérdébe, mert ez nem derült ki a cikkbe, hogy ez hogy jut el ezekre a számítógépekre, mert azért ezt valahogy meg kell oldani. De mindesetre azért, hát gyakorlatilag ez maga, mint a malware telepítenének az emberek gépére. Ugye, ilyen elég érdekes. Meg egy másik érdekesség, hogy például a BlueCAV-val Dash-sel kódolta ezeket az új lenyomatokat, tehát nem lehetett azt megcsinálni, hogy a BlueCAV-val új lenyomatoz engem, vagy mondjuk a látogatómat, és aztán akkor én is trekkelem, hanem én nem tudom, mi az azonosítója, mert mindig csak egy dash-sel kódolt lenyomatot látok, erről BlueCAV-val megkerülhetetlen szereplővé vált ebben a szisztémában. Na, és akkor viszont itt a végén, hát igen, szóval rátérnék arra, hogy hogyan lehet védekezni, és akkor most elárulom, hogy miért hangsúlyoztam már többször, hogy nem érdemes házi kotyvasztású dolgokkal próbálkozni, és nagyon egyszerű analógiát szeretném ezt bemutatni. Ugye van most egy csomó emberke, mindenkinek vannak egészen jól azonosító tulajdonságai, van akinek van nyakkendője, van akinek lapátja van, stb. És amikor a webet böngészünk, akkor mi is rendelkezünk ugyanígy tulajdonságokkal, és ugye az új lenyomatozást ezt teszi lehetővé. És képzeljük el, hogy ezek az emberek ott vannak egy bankban, és hát csak bejön valaki ebbe a bankba, aki jelen esetben teljesen anonim, hiszen fekete ruha van rajta, és egy fekete maszk van a fején, és ebben az esetben ugye anonim az illető, mégis viszont nagyon jól azonosítható, hiszen a bankban senki más nem lesz, akin... Van nálad esetleg? Köszönöm. Igen, ilyenre gondolok. Tehát, hogy ugye teljesen anonim, viszont mégis jól azonosítható pontosan azért, mert az ő anonimitása megkülönbözteti a többiektől, és ezért nagyon valószínű, hogy rövid időn belül előbb a banknak a biztonsági őrei, aztán meg a rendőrség, aztán a bíróság, és a többiek kezésbe fogják venni az illetőt. És ugyanez a helyzet egyébként, hogyha valaki házi készítésű ilyen
privacy technológiákat próbál meg otthon összerakni, hogyha egy olyan konstellációt csinál valaki, amit mások nem használnak, akkor azok a különbségek fogják őt azonosíthatóvá tenni, amiket ő belerakott ebbe a rendszerbe. És ezért fontos, hogy olyanokat használjunk, amit lehetőleg többen mások is használnak. Ugye a tornál ez viszonylag egyértelműen előjön, hiszen hogyha mondjuk használják rajtunk kívül még mondjuk 10 000-en a tort, akkor ugye anonimek vagyunk, ha öten használjuk, akkor az nem akkor anonimitás. Tehát ugye ez itt könnyen tetten érhető, de mondjuk itt a szoftvereknél ez nem ennyire világos. És ugye, hogyha a bankba elkezdenek jönni az olyan userek, akik szintén hasonlóan vannak öltözködve, de persze a rendőrség előbb-utóbb ki fog szállni, de az azonosítás mégiscsak nehezebbé fog válni ebben az esetben. És ugyanez az anonimitási paradoxonál, ha valaki egy kicsit megint módosít, az összes különbségöt azonosíthatóvá fogja tenni, és ezt mi úgy hívjuk, hogy anonimitási paradoxon. Nem tudom, lehet, hogy ezt mi találtuk ki, ezt a kifejezést. Maga egyébként a jelenség az ismert volt, de én nem tudok róla, hogy ennek lenne egyébként a privacy szakmán belül egy ilyen egységes elnevezése. Jó. És akkor itt is ugye az kell, hogy mindenki ugyanígy legyen, tehát is többen legyenek. Szóval egy másik ugye a Torral kapcsolatban, csak azért, hogy erről is beszéljek egy kicsit, ugye a Tor bizonyos dolgokat képes elrejteni, de és nagyon sokszor aztán meg dicsérik, főleg a médiában, hogy volt ez az Anona Box, amit most nem olyan régen nagyon felkaptak, hogy hú, de jó kezdeményezés, legyen mindenkinek ilyen, és akkor anonimek leszünk. Hát ez igazából nem sokat ér. Pontosan azért, amiket eddig elmondtam, hogyha valaki használ egy Anona Boxot, vagy egy Tort, vagy valami más, de nem használ hozzá olyan technikákat, ami a böngészőben való azonosíthatóságot kezelni, akkor ugye annyi fog történni, az IP-jét nem lehet majd látni, de beazonosítják őt egy magasabb szinten, és onnantól kezdve ez a magasabb szintű azonosítás segítségével tudják követni a tevékenységét, tudják azt, hogy milyen oldalakat néz meg, meg egy csomó minden mást is. És hogyha van valaki, akinek eléggé ilyen erős háttértudása van, tehát például mondjuk ott van neki a Facebooknak az adatbázisa is, tehát mondjuk például ilyen eszélye erősségű támadóra gondolok, akkor azért ebben az esetben egyszerűen össze kell vetni a háttérinformációval ennek a usernek a tevékenységét, és ki lehet szűnni, hogy kiről van szó. Ugye, és a Tor innentől kezdve nem ért semmit. A Facebook árulja azokat a cuccokat, az nem kell messzére megtenni, hogy az hozzáférjük. Vannak ennek árnyaltabb dolgai, a lényeg az, hogy azért ez gyakorlatilag megkerülhető. Én azért azt gondolom, hogy egy kisebb kormány, egy kisebb országban azért ezt nem tudja megtenni olyan könnyen, de ebben ugye nem lehetünk biztosak, pont az ilyenek miatt, hogy milyen adatokat lehet megvenni, meg miket nem. Viszont azért vannak olyan esetek, amikor azért a Tor mégis hasznos, tehát azért azt nem mondanám, hogy ha valaki ilyet használ, akkor az teljessége haszontalan. Itt próbáltam egy friss példát kiemelni, nem tudom, a Verizonnak arról az ügyéről hányan hallottatok, hogy a mobil felhasználóknál elkezdtek berakni egy speciális headert a forgalomba, amiben egy egyedi azonosító került bele, és akkor ennek segítségével a hirdetők tudták ezeket az embereket egyedileg követni, és gyakorlatilag az, ami itt ment előbb, ez a bóckodás, ez meg lett ennyivel kerülve. És a Verizonnak a példája gyakorlatilag, ez most csak egy kiemelt eset, de még többet is tudtam volna hozni. De most például, hogyha egy ilyen esetről van szó, akkor egy tornak a használata azt tud segíteni azért ezen a helyzeten. Azért más kérdés, hogy ez hogyan rakod fel Androidra, meg ilyen vannak más izgalmas kérdések. Nem lehetetlen, de mondjuk azért ez talán nem az átlagos háziasszony kategória ennek a megoldása. Nem triviális, de akkor tényleg jó lehet. No, és akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk védekezni. Ugye különböző problémák vannak, és hogy az előbb is erre utaltam, hogy a Tor önmagában azért nem elég. Minden egyes problémát a maga szintjén kell kezelni, vagy pedig komplex megoldásokat kell alkalmazni a védekezésre. Ugye vannak olyan dolgok, amiket az alkalmazás értékbe kell kezelni, például, hogyha hirdetések vannak, azokat ki kell szűrni, vagy pedig, hogyha az IP-nket akarjuk elrejteni, akkor arra kell a Tort vagy Zsondonimet használni, hogy megvédjük magunkat, vagy pedig egy olyan megoldást kell használni, ami mindezeket magába foglalja, és ezt megoldja nekünk. És hát egy kicsit ahhoz kapcsolódóan nekem az a meglátásom, de amiről beszélgettünk itt a kazetta cserés szünetben, hogy milyen megoldást érdemes használni és kinek. Én nekem az a meglátásom, hogy ez alapvetően itt elég jól ketté lehet választani használatot, ugyanis a problémáknak a többségét, amiről eddig szó volt, nagyon egyszerű megoldásokkal kívül lehet tartani. Tehát, hogyha nekünk az a támadó modellünk, hogy a ilyen kereskedelmi célú megfigyelésekkel szemben szeretnénk védekezni, akkor néhány egyszerű plugin feltelepítésével ezt meg tudjuk oldani, ne lehessen megtenni ezeknek az ömét. Erre fogok is majd mindjárt konkrét neveket mondani, mik azok, amiket föl lehet itt tenni. És én azt gondolom, hogy egyébként, hogy az emberek döntő többségénél egy hétköznapi internetezés ez elegendő. Ez azért is fontos, ugye, mert ha mondjuk Tort használunk, akkor
főleg egy ilyen speciálisan módosult böngészőt, ami a tornak is van, akkor lehet, hogy a felhasználó élmény nem lesz olyan, lehet, hogy bizonyos weboldalak nem fognak működni, hogyha tort használunk, akkor lassabb lesz valamivel. Tehát, hogy vannak ezek a problémák, és a felhasználók zöme azért nem fogja szó nélkül lenyelni, de hogyha valaki meg mondjuk ezeket használja, amikre utaltam, akkor nem fog ilyen problémákkal szembenézni. A legnagyobb probléma az exit nodoknak a megbízhatatlansága. Ja, igen. Ez egyébként ebből a szempontból is jobb egyébként a... Az összes többi probléma az elenyészik ahhoz képest, hogy az exit nodok megbízhatatlanak, és hogyha nem HTTPS-en keresztül tolod, és még abban az esetben is vannak ugye bizonyos támadók, akik képesek on the fly neked valid szertet generálni. Uh-huh. Hát ez is egy probléma, igen. De mondjuk ugye a Tor az egy nyílt hálózat, mondjuk én nem használom, én inkább a John DoFox-ot szoktam. És egyébként mondjuk abban az esetben a maga a hálózat is van ingyenes része, de van fizetős része is, tehát én mondjuk, hogy ha használnék, azt használnám valószínűleg, mert egyrészt az európai, másrészt német, és szerintem Európában talán a németeknél a legmagasabb így a privacy kultúrája, és viszonylag elérhetően nyújtják ezt a szolgáltatást. De minden esetre mások is egyébként, akik használni akarnak ilyen privacy technológiát, én azt gondolom, hogy egy erősebb privacy védelem érdekében már lehet ezeket használni. Csak mondom, ez akármilyet is használunk, biztos, hogy valamilyen módon ki fog jönni a felhasználó élményben azért a különbség a normál böngészéshez képest. És hát ott van ugye a Tails, ami a felkérésben is szerepelt. Hát a Tails az meg azt gondolom, ez egy egészen különleges eset, hiszen azért a legtöbb felhasználó szereti, hogyha vannak a saját programja a számítógépén, meg hozzáfér a fájlhoz. A Tails ugye azért speciális arra van kialakítva, hogyha valaki tényleg érezheti azt, hogy mondjuk komolyabb, akár és főleg kormányzati megfigyelés alatt van, akkor érdemes ilyen disztribúciót használni, ami kifejezetten olyan programokkal van felkészítve, amelyek az anonimitást és a különböző ilyen magasabb színvonalú ilyen security megoldásokat teszik lehetővé. És mi az, amit érdemes csinálni ahhoz, hogy legyen egy alapböngészünk, ami jól be van állítva? Hát érdemes jól beállítani, hogy mik törlődjenek, amikor bezárjuk a böngészőt, vagy mondjuk esetleg bizonyos időszakonként, miket jegyezzen meg. És az nagyon hasznos tud lenni, hogyha ez rendszeres időközönként törölve van. Ugye például a sütéknél meg ilyeneknél ez hasznos tud lenni. Az fontos beállítani, mert ez sem egy alapértelmezett beállítás, hogy a third party cookie-kat ne jegyezze meg, és ne fogadja el a böngésző. Van ugye ez a Do Not Track beállítás. Én azt gondolom, hogy ennek sok értelme nincs, mert egyrészt a szolgáltatókat úgyse fog érdekelni, de ha bepipáljuk, akkor meg biztos, hogy azonosíthatóbbá tesz minket. Mert ugye alapesetben ugye nem közlöm ezt a beállítást, ez van beállítva. Ha én beállítom, hogy igen vagy nem, akkor már egy nagyon pici tábor valamelyikéhez hozzácsatlakoztam, és ez nem egy előnyös dolog. Aztán volt ugye az, hogy az SSL botrány most az utóbbi időben, hogy van benne egy patch, és érdemes ezt is kikapcsolni, hogy SSL 3-at már ne használjon a böngésző. Ez inkább security, mint privacy. És hát mit érdemes használni? Érdemes használni reklámblokkolókat, vagy reklámszűrőket. Ez azért kell, hogy minket ne zavarjanak, illetve a reklámokon keresztül is lehet bennünket követni. És ami szerintem még egy hasznos eszköz, az a Ghostery, de vannak más hasonlók is. Hogyha valaki például szeret ezzel bíbelődni, akkor lehet NoScript-et is használni. Ennek segítségével pedig tudjuk blokkolni azokat az ilyen webbugokat, amelyeket követésre használnának. A Ghostery-nek van például egy olyan adatbázis, amit rendszeresen frissítenek, és elég napra kész is ebből a szempontból. És itt beraktam egy screenshotot a YondoFox-ról. Alapvetően egyébként elég jól van beállítva, és gyakorlatilag alig van benne néhány plugin, ami egyébként gyakorlatilag egy alap feature-nek is számít ebben a kategóriában, hiszen ez is a tele lenne pakolva feature-ökkel, az mind csak támadási felületet jelenthetne ugye a privacy szempontjából támadóknak, a követőknek. És hát ez is gyakorlatilag ugyanolyan képességekkel bír, mint egy Tor. Hordozható, nem ad nyomot a gépen, nyílt forráskódú, meg lehet vele kerülni a cenzúrát, mondjuk ez elsősorban talán például ilyen közel-keleti, vagy mondjuk ilyen ázsiai országoknál érdekes. Nagyon jó van összeállítva, beállítva, látható, hogy azért a megjelenéség is egész korrekt és élvezhető, tehát nem lesz gyakorlatilag tőle ilyen régi módi a weboldalaknak kinézete. És hát van hozzá itt is egy olyan anonimizáló hálózat, ami hasonló a Torhoz, más elven működik, viszont ez egy fizetős architektúra, ami mondjuk abból a szempontból
lehet talán szimpatikusabb, hogy valószínűleg az NSZ-nek nincsenek benne exit módjai, meg nem olyan könnyű exit módot üzemeltetni benne, mint más esetekben, és viszonylag megfizethető az ára. Tehát például, hogyha valaki mondjuk egy normál böngészőt használ bizonyos pluginekkel hétköznapi használatra, és mondjuk alkalmanként használja bizonyos esetekben ezt, mondjuk egy ilyen, nem tudom, már régebben néztem az árakat, de 3000 forintért lehet venni néhány gigabájt adatforgalmat, azt tök sokáig lehet használni, és viszonylag sokáig elegendő. Tehát egészen megfizethető is ez a... Az ára meg egyébként ismerem a fejlesztőket, és talán ez is mondjuk így van egy ilyen személyes szimpátia is benne, jó szakemberek, és azt gondolom, hogy jó, amit csinálnak. És a végén azért, hogy legyen benne még egy kis technikai mélység, gondolom, itt az új lenyomatozással kapcsolatos védekezésről beszélek egy kicsit. Ugye az új lenyomatozásnál az egyik ilyen kulcs összetevő az a fontlista volt, és itt látszik, ez a panoptik oldalról lett leszedve, látszik, hogy annak elég nagy az entrópia tartalma, gyakorlatilag a pluginek, illetve a fontok azok, amik a legnagyobb entrópiát adják az új lenyomathoz, és hát ugye ezt többféleképpen lehet kiszedni, ezeket mind blokkolni kell. Kérdés az, hogy a JavaScript-es blokkolást hogyan lehet jól és hatékonyan megvalósítani. Ugye mondtam, hogy erre csináltunk mi is egy plugin-t, most azt nem raktam. Olyan böngészőben olyan, hogy kapcsolt ki a JavaScript-et is kész. Igen, ez a NoScript-tel is működhet, és akkor legalább van, ahol van, van, ahol nincs, tehát ez is egy megoldás. De azért nem annyira triviális ez a dolog, tehát nem, van, amikor ugye kellenek mondjuk például a third party scripteket is engedélyezni, és de a BlueCava meg ezek azért arra is figyelnek, hogy maga az URL is, ha lehet, akkor legyen annyira random, hogy ne lehessen csak úgy blokkolgatni, tehát van az embernek dolga vele. Úgyhogy azért ez nem olyan triviális, és mondom abban az esetben, ha kell a JavaScript az oldal működéséhez. Arról egyébként nem beszélve, ezt most nem raktam bele az előadásba, de azért az is hozzátartozik ennek az egész területnek a potenciális jövőképéhez, hogy hát lehet, hogy az lesz majd a következő fejlemény, hogy egy olyan modell, üzleti modell fog kialakulni a webben, hogyha nincs reklám és nincsen trekkelhetőség, akkor ugye nem kap az ember tartalmat. Tehát például van egy ilyen szervezet, ami egy ilyen hirdetőket összefog, ilyen konzorcium, és akkor ott volt a vezető emberkével egy ilyen interjú, és ő mondta, hogy elég ideges lesz akkor, hogy ilyen adblockerekről van szó, és mondta, hogy már ebbe az irányba tettek már itt tárgyalásokat, meg lépéseket, hogy ez megvalósuljon, amit mondtam. És abban az esetben nem tudom, hogy NoScript-en majd mire fogunk menni. Meglátjuk. Nem, én is értek ezzel egyet, hogy ez lenne a megoldás. Én, hogy korábban is mondtam, szerintem arra lenne szükség, hogy valahol közel legyenek a felhasználói álláspontok, miszerint, hogy az én privacy-met ne figyeljék meg, és az, hogy ők megkapja az adatot, de úgy, hogy rólam személyesen nem biztos, hogy tud dolgokat. De ez nincs meg. Pedig ez lenne a jó. Na, mit lehet kezdeni a JavaScript fontszűréssel? Hát, ugye az alapeset az, hogy nem működjenek a tárolási technikák, de ezt már hangsúlyoztam, és akkor lehet különböző ilyen megoldásokkal kísérletezni. Firefoxban is van azért egy olyan beállítás, hogy nem engedjük meg a böngészőnek, hogy betöltsön fontokat, hanem megadunk néhány fontot, és minden weboldal ezzel fog megjelenni. Ez működik, de rondább lesz a web valamivel, néhány oldal szétesik, de működik. És lehet felrakni aztán mindenféle dolgokat, de ugye, ahogy beszéltünk erről, hogyha ennél többet használunk, akkor az újranyomatosztóvá tesz minket. Ráadásul szerintem a felhasználók töredéke csinálja ezt, ergo, hogyha ezt beállítást használjuk, az sem biztos, hogy célra vezető. És itt egyébként megint például utalnék erre, például a Panopticlicnél is volt, hogy ugye ők csináltak egy 250 ezer új lenyomatos adatbázist, és abban az adatbázisban volt néhány olyan felhasználó, akik PET technológiát használtak, és az ő lenyomatuk tök egyedi volt, mert az összes felhasználók közül csak 10 voltak, akik ezt használták, és pont ez az anonimitási paradoxonot visszaütött. Most nem tudom már megmondani, hogy melyik technológia, valami webesen anonimizáló cucc, és abból itt tök jól lehetett őket követni, ami hát ugye megint az a helyzet, amiről az előbb beszéltem. Na és a torosok ezt úgy oldották meg, hogyha például egy Tor böngészőbe bementek az About Config-ba, akkor ott lesz két ilyen plusz beállítás, gyakorlatilag újrafordították, és az ilyen C++ szinten átmódosították a böngészőt, hogy ez belekerüljön, amivel le lehet korlátozni azt, hogy hány fontot tudjon betölteni a böngésző, illetve hogy hányszor tehet erre kísérletet. És sajnos ezt a mainstream Firefox valamiért nem vette át, de én azt gondolom, ez egy egész jó megoldás, és ezt a fajta azonosítást ezt egész jól le tudja korlátozni. De hát azért ez sem tökéletes, hiszen például, hogyha valaki egy oldalon több aloldalra is átmegy, akkor ugye ezért ezeket a próbálkozásokat lehet csinálni, és ott ez a fajta újlenyomatozás ez menni fog.
beküldtük javaslatként, hogy szerintünk ezt le lehetne korlátozni, úgyhogy mondjuk ez doménekre legyen korlátozva, az, hogy hányszor lehet próbálkozni, és ha doménen belül valaki ott navigál, akkor ez meglegyen ez a korlát. Ez nem került bele, de azért így gondolom, hogy azért egy egész jó ilyen trade-offnak tekintető ez a megoldás. Na, és akkor értem az előadás végére, ami még mindig azért nem egy-két perc, de most már azért legalább ideje jutottam 20 perc késéssel. Ami nagyon fontos látni itt a webes privacy-nél, de azt gondolom, hogy az előadás struktúrájából ezt mindannyian láthattátok, hogy van egy ilyen macskaegér játék a webben. Hogy van egy új technika, valaki felfedezi, ez a felhasználók elkezdenek rájönni, hogy van egy ilyen, felrakják a kiegészítőket, törlik a sütiket, stb. És utána egyre többen ezt elkezdik használni, és aztán jön a következő technika. Gyakorlatilag ott a tárolási technikáknál ezt lehetett látni. Voltak a sütik, aztán jöttek a flash sütik, aztán jöttek a HTML5 sütik, és akkor itt tattara-tattara ment az egész körbe. És ez megy tovább ez a kör, ahelyett egyébként az alap problémát, amit már többször utaltam, hogy ez a két fél, a felhasználók és a hirdetők valahogy közel lennének egymáshoz az álláspontban, ez megoldatlan marad. Nagyon sokféle technika van, itt az előadásban igazából nem tudtam az összes technikára kitérni. Vannak olyan technikák, amik például a hardveresek, például nem olyan régen, néhány hónapja volt ebből egy nagy botrány, hogy nem tudom, az Addis-ről hányan hallottatok. Addis, az egy ilyen toolbart üzemeltető cég, és azt lehet náluk csinálni, hogy az ember megadja, hogy hogy nézzen ki a toolbar, és azt a scriptet berakja az oldalára az ember, és akkor ott lesznek a lájgombok, meg mindenféle egyéb. És nemrég jött ki egy olyan cikk, amerikai kutatók a európaiakkal együttműködve írták, ami lerántotta a leplet arról, hogy a webben nagyon sok olyan ilyen tracker van, akik egy ilyen úgynevezett canvas fingerprintet használnak, ami azt jelenti, hogy kiraknak egy HTML5 canvast, és akkor utána elkezdenek arra szöveget renderelni, és annak megfelelően, hogy mennyi ideig tart, meg egyéb ilyen dolgokat így mérnek, ennek megfelelően tudják a hardvert új lenyomatozni. Persze ez önmagában nem lesz egy új lenyomat, de egy elég jó információforrás lehet mással együttvéve egy új lenyomathoz, és például az Addis használta ezt a technikát, és egy nagy botrány volt belőle, például voltak olyan oldalak, ahol az emberek nem akarták, hogy azonosítsák őket, például ilyen pornó oldalak, és abból botrány volt, hogy ezt miért csinálták, és az emberek felháborodtak ezen. Aztán az Addis is visszalépett, meg az oldalak is léptek egyet ezen, de hát vannak ilyen technikák is, csak most én erről nem beszéltem. Illetve a history stealingnek is aztán még van egy csomó válfaja azokon kívül, amit említettem. És ott van egy nagyon érdekes része ennek az egész tájképnek, ami talán most van leginkább kibontakozóban, és ezt mindjárt egy-két szlájddal később fogok is erre egy példát adni, ugye ami már nem arról szól, hogy magát a technikai eszközt, vagy valamilyen szoftvert azonosítsunk, hanem magát az embert. És ez azért rossz, mert ha átülsz egy másik számítógéphez, akkor ugyanúgy meg fognak találni téged, nem fogod tudni ezt levetkőzni, és ugye nekünk is ez a kísérletünk, amiben az egérmozgást akarjuk megnézni, hogy az mennyire jó biometrikus azonosító, mi is erre vagyunk kíváncsiak, hogy ez mennyire működik, de vannak erre más próbálkozások, és egy szlájddal később mindjárt meg is mondom, hogy most gyakorlatilag hol tartunk. Ugye az megint csak kibontakozott itt az előadás során, hogy az első megoldások azok minden területen, mind a tárolásnál, mind az ilyen új lenyomatozásnál a böngésző állapotát azonosították, aztán a böngészőt azonosították magát, nem pedig csak egy bizonyos állapotjelzőjét. Aztán utána a következő technikák, mint az új lenyomatunk, vagy akár a flash cookie-k, azok magát, az operációs rendszert, vagy az eszközt. Aztán utána vannak olyan technikák, amik már magát az eszközt azonosítják. Ugye például ez a hardware fingerprinting is ide tartozik. És vannak az ilyen biometrikus technikák, amik viszont magának a felhasználónak, a személynek az azonosítással szolgálnak. Most ami plusz igazából így az előzőhöz képest, hogy látszik, hogy van egy ilyen trend, ahogy ezek is így követik egymást, és vannak olyan cégek, akik ma már ott tartanak, a színekből talán kitaláljátok, hogy ez melyik cég lehet, akik azzal hirdetik magukat, hogy ők úgy tudnak kampányokat lefolytatni az embereknek a különböző eszközén, hogy tudják, hogy mely eszközök a tiéd, és akkor ha az egyik eszközön megjelent egy reklám, akkor az a másikon már nem fog megjelenni. És ezt úgy csinálják, hogy
újra nyomatozzák az egyes eszközöket, és amikor azt már elég ideje használod, akkor a te tevékenységed alapján össze lehet vonni, hogy mely eszközök lehetnek a tieidek, hogy a helyszín, időzítés ilyenek alapján. És gyakorlatilag ez is egyfajta biometrikus azonosítás, mert hiszen a te tevékenységi mintád az, ami tulajdonképpen beazonosít téged. És hát gyakorlatilag ez már elterjedt, és nem csak ez a cég, hanem más cégek is használják ugyanezeket a technikákat. És én azt gondolom, hogy erre az előadás elején is utaltam, hogy a Facebook is valami hasonló irányba fog majd elmozdulni. Mert ők is ugye azt mondták, hogy különböző eszközökön lehet egyszerre lefortatni úgy marketing kampányokat, vagy valami hasonlót mondtak, hogy tudni lehet közben, hogy az ugyanahhoz a felhasználóhoz tartozik az az eszköz, és ez nyilván hatékonyabb egy marketing szempontból, ez kétség nem fér. Ami miatt érdekes, úgy gondolom ez a témakör, hogy gyakorlatilag egy kicsit olyan ez a technológiai fejlődés, mint amilyen az atomtechnika fejlődése volt. Ugye az atomtechnika az ugrásszerűen fejlődött, és utána ott gyakorlatilag rájöttek arra, hogy már annyira fejlett, hogyha ezt alkalmaznák, akkor az nem segíteni a hadipart, hanem elpusztulna az emberiség, és ezért visszavettek belőle. Én azt gondolom, hogy a privacy-re, ahogy hatott az információs technológiának, van egy hasonló hatása, nagyon nagy horderejű a gazdaságra nézve, a társadalomra nézve, a kormányok működésére nézve, a hadiparra nézve, és nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a hosszú távon a következménye. És azt se tudjuk, hogy egyáltalán ez visszafordítható, hogyha ennek negatív következményei vannak, hiszen gyakorlatilag a webben már azt lehet látni, hogy az egész gazdasági rendszer arra épül, hogy az emberek eladják a privacy-üket. Hogyha ezt vissza akarnánk fordítani, azért ez nem kis ellenállásba ütközne. És a másik, ugye, amire volt itt utalás a hozzászólás formájában, hogy itt vannak ezek a mobil eszközök, hát én azt gondolom, hogy ennek igen nagy jelentősége van. Vannak felmérések, amik egyértelműen kimutatják, hogy az emberek több időt töltenek alkalmazásban, mint a böngészőben a mobil eszközről van szó, és ez egy változó trend, ami ebbe az irányba halad. Ebből fakadóan viszont meg sokkal nagyobb kitettségről beszélhetünk, hiszen sokkal több mindenhez fér hozzá egy natív alkalmazás, mint egy weboldal, és sokkal nehezebb ezzel szemben védekezni. És ráadásul azért is veszélyes ez a trend, mert ugye a Facebook onnan indult, hogy ez mondjuk tipikusan desktop alkalmazás, vagy desktop gépen használt weboldal volt, aztán beköltözött a mobiltelefonunkra, ami már gyakorlatilag majdnem mindenhol ott van velünk, van, aki még az ágyba is magával viszi. És hát itt vannak a hordható technológiák, amik még inkább mélyebben integrálják ezeket a technológiákat és problémákat a magánéletünkbe, és nyilván ennek lesznek pozitív hozamai is, hiszen lehet majd mondjuk mérni a vércukorszintet egész nap, meg azt, hogy hányszor lépcsőzött az ember meg ilyen dolgokat, de nyilván ennek meg lesz a maga privacy vonatkozása is, és nem biztos, hogy ez pozitív lesz. Sőt, hát tekintve az eddigiekhez szinte biztos, hogy nagyon sok negatív hatása lesz, és hát az is egy komoly probléma, ami látszik ezért abból a trendből, amit próbáltam megmutatni itt az előadás struktúrájával, hogy van egy alapprobléma, ami arról szól, hogy vannak a marketingesek, reklámozók, meg mindenki, aki érdekelt a privacy-nek a megvásárlásában, és gyakorlatilag egy nagy szakadék van az ezek az emberek között és a felhasználó igények között, és nagyon kevés ponton van találkozás. És hát vannak próbálkozások, de én úgy gondolom, hogy még nincsen meg az igazán érezhető áttörés, ami megoldaná az alapproblémákat, úgyhogy erre várni kell, és hát nagyon jó lenne, hogyha itt lenne valamilyen fejlemény, hát ez még a jövő kérdés, hogy lesz-e. Úgyhogy köszönöm szépen, ezt szeretem volna elmondani, hogyha van kérdés, hozzászólás, akkor szívesen válaszolok mindezekre. És köszönöm, hogy kitartottatok. Mindvégig.